kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron a hajnal hasad, a melóban vagy csak pirítod a hasad. Valami felrász, magához húz, perc már por előtt, vagy egy hiány húz. Tudod, hol a helyed, ha roppan két szó. This is Previously on Morning Show. A Best of Morning Show. Tegnap találtunk az interneten egy fiatal embert, pontosabban a Subba találta meg, és aztán mi is foglalkoztunk vele. Gyerekek, hát elképesztő, hogy emberek mire vetem, ennek tanfolyamot tart ő egyébként, és mindig azt mondom, hogy sosem az a baj, ha valaki ilyen tanfolyamot tart, 30-50 ezer forintért, ha valaki hisz neki és elmegy, szerintem ott van a nagyobb probléma. Ő ugye bemutatta tegnap interneten keresztül, mi belehallgatunk, a fonaljárást, ami azóta már egyfajta fogalom lett a Morning Show hallgatók között. Mert hogy megmutatja, hogy hogy kell egy pasinak úgy menni, hogy csajozni tudjon, ne térjen ki semmi elől, és ha te megtanulod az ő fonaljárását, akkor te önbizalommal töltve tudsz majd csajozni, és minden nő zabálni fog téged. Bemutatja ez az ember, aki egyébként tanfolyamot is tart, és utána néztünk, a honlapján még rengeteg mindent csinál. A videó zseniális. Az is, és ugyanezt haza is tudod vinni, tehát az még külön szép benne, hogy akár ilyen teljes tanfolyami anyagokat is hazavizel. Ez most már, tehát ez a hivatalos neve, hogy fonaljárás, vagy ezt mi találtuk rá ki? Nem, ezt ő mondta, ez olyan, mintha egy fonalat húznának, ugye? Aha. Olyan, mint egy fonalat húznának. Aminek nagyon fontos két eleme még, ugye a pozícióból indítás, illetve az erőből járás. Így van, igen. Hát a Subba is jól fölhúzta magát a videó, mert hát csúnya jelzőkkel illetik ezt a fiatal embert, hogy nem is akarom mondani. Mutatja meg, hogy gyakorold a járást, hát kapott jelzőket. Kapott jelzőket a fiatalember. Maga a videó egyébként tényleg szórakoztató, csak egy picit, hát ha valaki nem hallotta tegnap. Azért, mert hogyha magabiztosnak érzed magad, akkor az kiül a testbeszédedre. És hogyha testbeszéded is egyenes, és magabiztos, akkor az visszahat az elmédre. Egyértelműen kezd beépülni az, hogy te magabiztos férfi vagy. Tehát ez oda visszahat. Ahogy te állsz, ülsz egyenesen, illetve kihúzod magad, akár vigyázzálást produkálva és úgy elindulni, mindig jobb, mint hogyha így... Vigyázzálást produkálva és úgy elindulni. Uh-huh. Ugye? Hát vigyázzálásban menni, nagyon szép. Igen, zseniális. Tömegen keresztül, vagy az utcán, akkor ne tér ki. És a kedvencünk? Mindig a másik térjen ki, ezt gyakorold, és inkább lassabban sétálj, mint hogy nagyon gyorsan. Ha csak nincs nagyon sürgős dolgod, akkor ne sétálj gyorsan. Tehát nagyon fontos, hogy ne tér ki. Ezt majd szemléltetni fogom, hogy ez miért fontos, illetve hogy lássátok az élő különbséget. Na szóval. Nem attól, hogy és a híres mondat, figyeltek? Megy. Ő már itt megy. Célorientált, tehát célom van, és nem tér ki bármi jön. Lehet tolókocsi, babakocsi, tehát mindegy mi. Adjál nekik, ne sétálgassanak az útvonalodba, ahogy te célra tartasz. Én így szerettem meg, szóval, hogy ennél kevésbé lehet, ennél kevésbé szimpatikusabb mondat nincs. Tehát menjél, Váci utcában mutatja meg egyébként a fiatalember ezt a férfi kommunikáció egyik jellegzetes módját, a járás, hogy hív föl magadra a figyelmet. Ne tér ki, babakocsi. Így van. Lassan, de maga biztosan gázolját a tolókocsikon és a babakocsikon, ha nem térnek ki az utadból. Ne tér ki. Utána ha pedig próbáld ki ezt a 4-es, 6-os vonalán, és ajánljanám neki, igen, hogy igen. A villamos elől is el. Igen, de maguknak keresik a bajt, nem? Hát nem látják, hogy egy magabiztos férfi közeledik ott fonaljárással? A fonaljárás. Na, és utána néztünk, hogy ki ez a fiatal ember, és kiderült, hogy ő egyébként, valószínűleg félkegyelműeknek, de hogy szervez egyébként tanfolyamokat. És én azt mondom, hogy igaza van. Tehát ha erre valaki vevő, akkor tessék ezt eladni egy tanfolyam keretein belül. Tessék ezt értékén tenni. Ha erre benevez 5 szűz pasi, aki szeretne megtanulni, ismerkedni, akkor abszolút igaza van. És van pénz visszafizetési garancia, ha úgy Azt nem tudom. Janit akartuk beiratni tegnap erre a tanfolyamra, igen. És már reggel kiderült, hogy valójában szükségem van rá. Sajnos, mert ugye konfliktus helyzeteket teremtek saját magam számára azzal, hogy konfliktus kerülő vagyok, igen. És ezért folyamatosan alárendelt helyzetbe kerülök. És nekem igenis szükségem lenne valamire, ami mondjuk egy picit engem ebből a holdpontból kimozdít. Igen, folyamatosan
folyamatosan beállnak eléd a sorba, soha nem teszed szóba. Hozzáteszem. Tehát hétfőn, kedden és pénteken nincsenek probléma, szerda és csütörtök, de amikor az emberek egy kicsit morcosabbak, meg tényleg így azt gondolom, hogy egy kicsit így messze van számukra még a hétvég, és nem tudnak ellazulni, akkor mindig azokon gázolnak át, akik ezt nem teszik szóba. Mert látják, hogy össze vagy esve. Hogy nem ül ki a magabiztosságom a járáson. Igen. Ugye Jani elmondta, hogy egy csomószor beállnak elé a sorba, bepofátlanodnak, soha nem teszed szóvá, mindig csak morogsz, nem mondod, nem szólítod meg, hogy ha-ho, te is a sorban állsz, elkerüld a konfliktust, hagyod, hogy hülyének nézzenek, és ezért eldöntöttem én már tegnap, hogy én befizetélek hozzá egy tanfolyamra. De előtte megkérdezzük, hogy mégis mit tud még a fonaljáráson kívül. Igen. Tegnap mondtuk, hogy mi őt előkerítjük. Úgyhogy felhívjuk Gábort, azt hiszem Gábornak hívják, és hogy mondjál ezt élőben a fonaljárásról egy kicsit, meg adjon tanácsot neked. Így van, alig várom azt a pillanatot, amikor tényleg, hogy félrelökhetem a tolókocsikat, a babakocsikat, és átkázolhatok mindenkin, hogy kifizethessem az újságot. Mi van akkor, ha két fonaljáró találkozik? Hop-hop. Tehát akkor ugye? Mi van? Aha. Tehát, ha jön szembe is egy fonaljáró. Ős robbanás. Születek egy új univerzum. És én megtanultam Gábornál a tanfolyamon, hogy ne térjek ki, mert én fonaljáró. És jön velem szembe egy szintén Gábor tanítvány, egy másik fonaljáró. Akkor azt a két fonaljáró összeütközik, akkor mi történik? Hát a gyengébb fonaljáró, mert nem lehetnek pont ugyanazon. Tehát a fonaljáró szinten, ott érzik a feszkót, érzik közelednek, és az utolsó pillanatban az egyik elrántja a kormány. Tehát valaki kitér, a gyengébb, igen, a gyengébb. Aki korábban végezte a tanfolyamot, az ott marad. Így van, aki már járásban marad, a profi, és a gyengébb kezdő, a gyenge kezdő kitér. Nem, azt ér ki, aki csak a Silver Minire fizetett tőle, aki a VIP Minire, az biztos, hogy nem fog kitérni. Na. Itt fenn vagyok a honlapon, látom, hogy mi a helyzet. Nagyon durva dolgok vannak. Egyébként mindjárt megkérdezzük azt az embert, aki tegnap ott elindított ezt a hullámot, úgyhogy egyébként ő erről nem is tud semmit. Gábor, hello, jó reggel, ciao. Jó reggel. Hello, jó reggel. Gábor. Szevasz. Jó reggelt a hallgatóknak és az uraknak. Nagyon, nagyon kedves, hogy köszönjük szépen. Te nem pesti vagy, ugye Gábor, jól tudom, hogy te valamelyik... Igen, hát Nyíregyházi vagyok. Nyíregyházi. Aha. És közben hívnak, de nem zavartakom magam, igen. Ne, helyes. Hát aki... Hát most ne csinálom, hogy éppen nyilatkozom. Hát éppen nagyjá válsz. Ne hagyd, hogy mozzavarjanak. Ennyire profi. Te tudtad, hogy tegnap ott a fenn vagy a subban is? Megnéztem, tehát kaptam rengeteg ismerőstől tájékoztatást SMS-be, illetve e-mailbe, hogy hallgassam, meg csak nem értem rá egyébként, tegnap szívesen meghallgattam volna, utólag belehallgattam, egyébként letöltöttem a... Ja, hogy bennünket meghallgattam, mi is beszéltünk róla. Sok a meló? Sok? Igen. Igen. Na, beszélünk majd erről is. Figyelj, hangosan itt filozofálgatunk, mi van, ha két fonaljáró találkozik? És ez szembe megy egymással. Akkor kitér ki? Hát az, akinek erősebb a magabiztossága. Nem azt ér ki. Az? Tehát ez a fonaljárás, most ez arra a céloztok, amikor mondtam a videóba, hogy a fonal az tulajdonképpen a fejed búbjából jön, és akkor hogy ez a fonal, ez kiemelkedik. Igen, ezt mi tegnap óta fonaljárásnak hívjuk, utána szabadon a... Ja, igen. Hogy a fonaljárás, de talán ezt a szót te is említed, igen. Jó, oké. Mi a kérdés? Van-e még kérdés? Mi csak most kezdtünk el beszélgetni, Gábor. Hát ne rohanjál, hát várjál. Hát itt érdeklődünk irántad. Mondja, Jani? A videóban elmondod, hogy annyira magabiztosnak kell lenni, hogy adott esetben még egy babakocsi elől se térjünk ki, vagy egy tolókocsi elől, hanem szépen menjünk tovább. És ugye a kérdés az arra vonatkozott, hogy oké, de mi van akkor, hogyha a két fonaljáró találkozik egymással, szembe jönnek, akkor ki az, aki kitér? Igen, a videóban rosszul vágtuk meg, ugyanis kimaradt az a rész, hogy a babakocsi, tolókocsi utána, ha bármi, rendőr, ugráló, kötél, le, menő, lány, vagy bárki jön veled szembe, traktor, az elő se tér ki, ugyanis gyakran a férfiakban irracionális félelmek vannak, és akkor ezek a félelmek... Az ugráló köteles kislányok? Mondjuk azoktól én is félek, Gábor, megmondom őszintén, az ugráló köteles kislányoktól mindig összetoljon magam, hogy meg... Én néha sírok is. Ja, tehát ezek az irracionális félelmek, ezek előjönnek, hogy már pedig túl udvariasnak kell lenni, túl előzékenynek. Először azt tanulja meg a férfi, hogy magabiztos legyen, és akkor utána lehet udvarias, sőt kell is. Tehát természetesen nem arról van szó, hogy ne térjen ki senki.
Hát igen, azért, ha jön az egy... Sajnálom, a csalódást okoztam. Dehogy is, ne, nem, 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 én csak azt mondom, hogy azért, ha jön az egyes villamos, talán tényleg érdemes. Érdemes kitérni. Megnézegettem a honlapodat. Van egy csomó minden, ami engem baromira érdekel. Na. Az 5 perces szemkontaktus tartás mély testlégzéssel. Ilyeneket találtam én. Ez mit jelent pontosan, hogy szemezünk egy csajjal a villamoson, és közben szemkontaktust tartunk, ha lehet most tőled egy ilyen gyors talpaló tanfolyamot venni, nem tudom. Nyilván ez másoknak fizetős, de ha élhetünk ennyi előjoggal, hogy az 5 perces szemkontaktus tartás mély testlégzéssel, az mi a fenét jelent egyébként? Hát minden leendő ismeremtől meg szoktam kérdezni előzetesen, hogy mi a motivációja. Tehát ti gondolom sikeres, boldog férfiak vagytok, híresek, és tovább, és itt tovább. Tehát, hogy igazából azoknak van szüksége bármilyen képzésre, akik nem elégedettek. Tehát, hogyha ti elégedettek vagytok, már pedig szerintem elégedettek vagytok a kapcsolatotokban, legalábbis ez a hír járja, lehet, hogy rosszul tudom. Forgatod a bestet, vagy miért mondod ezt? Járatod a sztori magazin, vagy belénk látsz, lehet. Igen, na mondjad, hogy mi ez az 5 perces szemkontaktus? Bocsánat. Tehát, hogy tulajdonképpen ezzel indult, tehát, hogy hiába beszélünk bármilyen technikáról, vagy bármiről, hogy most mit kell, hogyan kell csinálni, hogyha nem tudom konkrétan, hogy mi a motivációja, mi az, amiért szeretne fejlődni, amiért jobbá válni, vagy szeretne megvalósítani a céljait, akkor nehéz átadni bármilyen tudást. És... Figyelj, nekem két nagyon fontos dolog van, két fontos problémám van, miatt én évek óta örlődöm. Az egyik az az, hogy azt vettem észre például, hogy a nyári kitelepüléseinken csak azért akarják a lányok, hogy megrontsam őket, mert Sebestyén Balázsral dolgozok együtt. Tehát, hogy ez nem nekem szól. Nem tudja földolgozni ezt. Mert tényleg, tehát, hogy nem az én személyiségem vonzó számukra, hanem az, hogy a Balázsral dolgozok együtt, illetve, hogy első kézből tudok hozzájutni a Feri receptjeihez. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy állandó konfliktus helyzet számomra, hogy nem merek kiállni magamért például egy újságosnál. Vásárolok egy újságot, oda jön valaki, betolakodik elém, én pedig ezt csak így tátott szájjal nézek, egy áldozattípus vagyok. Aha, na ezen már lehet segíteni, ez már motiváció lehet, igen. Mit csináljon olyan, például mindig beáll valaki a sorba, és soha nem szól, hagyja, hogy hülyének nézik. Ezekre vannak speciális gyakorlatok, nagyon-nagyon egyszerű ezeket kijavítani, ezeket a társasági hibáknak nevezett dolgokat. Társasági hiba? Ez a neve, hogy társasági hiba? Ha ezt még nem hallottam. Nevezzük annak most... Társasági hiba. Aha. Közben rengeteg telefonjon, úgy látom van hatalma itt a rádiónak. Tehát, hogy tulajdonképpen speciális gyakorlatokat csinálunk. Tehát van egyfajta menete ennek, hogy honnan indulunk. És ez a járás gyakorlattal indul? Vagy először jártok, gondolom, nem? Hát a járás az még az tulajdonképpen az egy tévesen kirakott videó, tehát igazából azt csak úgy megcsináltuk. Nekem mi a végzettséged, legyen... Gábor, egyébként? Mit végeztél? Mi a végzettséged? Az én végzettségem eredetileg számítógépes programozó, és utána lettem, tehát reklámügynökséget alapítottam Nyíregyházán, és utána pedig mellette elkezdtem trénerként. És mi a hivatalos verziója, amit te csinálsz? Ez micsoda? Ezt hogy hívják? Amit most eltűnnek? Hát, azt a beszélgetést, hogy... nem erre gondolok, hanem amit te vagy, tehát amit te csinálsz. Csak kérdezem, hogy mi van a névjegykártyádon, tehát minek apostrofálod magad, vagy mi a hivatalos? Hát férfi tréner, vagy társas dinamika specialista. Társas dinamika specialista. Aha. Igen. És kik mennek hozzád egyébként? Hát nagyon vegyes, de alapvetően három részre lehet bontani. Vannak a... Bolondok? A mérnök... számítógép programozók, jelentős részben ezek a kategóriák, tehát akik ugye a szociális életüktől egy kicsit visszahúzódtak, tehát akik a gép... Sokat ül a gép előtt, és nincs emberi kapcsolata. Nem tud csajozni, nem mer, nem akar, nem megy neki. Mi a másod? Igen. A másik kategória van az a sikeresebb réteg, akik már elértek eredményeket, vállalkozók, ügyvédek. Ez lesz majd a Jani, mert én beírtam hozzá. Ugyanúgy mérnökök, és van egy pici hiba, vagy akár van párkapcsolatuk is, tehát minden negyedik, vagy minden harmadik hallgatónk, vagy tanulónk az egyébként párkapcsolatban van. És hogy szeretnék jobban irányítani, jobb a kapcsolatokat jobban motiválni, a saját életüket, és itt tovább, hát ez nagyon-nagyon szembe ötlő. Neked egyébként van csajod? Neked van csajod? Persze. Igen, régóta? Most nem régóta. Először?
Igen, megtanultam saját hajomnak. Nem kérdezem, hát ugye azt szokták, hogy aki nem tudja, tanítja. Ezért kérdezem, hogy megy egyébként? Vagy te csajozol? A plénkarrierem onnan indul, hogyha lehet karriernek. Hát ez egy 13 évesen, ugye elolvastam Dr. Veres Pálnak, szerintem lehet, hogy ti is ismeritek, hanem is személyesen, azt a könyvét, és akkor rengeteg ilyen szexuális tanácsnak nevezett, de hát randi tanács, csajozási tanács is volt benne. Most az annyira sikeres volt, hogy tulajdonképpen 10 évig közöm nem volt a nőkhöz, tehát szó szerint még örültem, hogy már 13-hoz képest, aha, tehát aha. Még 10. Aha. Ja, mert meg... Hát olyan 22 évesen volt az első csókom, tehát tulajdonképpen nagyon mély szintről indultam, és akkor így kutattam, hogy mit kellene, vagy mit lehetne csinálni, és akkor igazából az volt a cél, hogy legyek sikeres ember, ugye? És akkor először jó, akkor valósítsuk meg azt, hogy reklámcég. Megcsináltam a reklámcéget, és akkor elkezdtem foglalkozni kommunikációval, utána mellett barátom, tehát ilyen nagy problémáim nem volt. Tehát 22-23 évesen, aha. Viszont mindig is volt olyan probléma, hogy a vonzó nőkkel, a vonzóbb nőkkel való kapcsolat, felvétel, vagy tartás, vagy csajozás, ki hogy nevezi, az kimaradt az életemből, így aha. Van. És azt elég későn kezdtem el, és akkor elkezdtem belemélyedni ebbe a témába, még mélyebben, rengeteg tréningen, előadáson részt vettem kint. Figyelj, én találtam még valamit az oldaladon, ez engem az érdekel. Mi az a domináns tonalitás? Ez micsoda? Tehát, hogy ezt is meg lehet nála tanulni, hogy domináns tonalitás. Ez mit jelent? Hogy ez hát miért nekem teljesen? A tonalitás az a tónus, tehát a hangszínre utal, a domináns az pedig az erőteljességre. De ez mit jelent? Vagy ezt hogy kell elképzelni? Hát tulajdonképpen az, hogy valaki erőteljesen, magabiztosan, és egyúttal szeretetteljesen beszél. Tehát, hogyha most valaki ezt... túl domináns, az agresszív, ugye az már na túl jó, erős. De mert én egy csaj vagyok, tehát hogy néz ez ki élőben? Tehát állok én a diszkóba, vagy egy nő vagyok. Légy szíves, prezentálj. Aki megmutatod a domináns tonalitást, odalépsz hozzám, hogy nem vagyok egy túl jó nő, mert azt mondtad, hogy az nem annyira. Mert jó nőhöz odalépni, egyébként Gábor megértem, az nem egy könnyű feladat. Tehát baromi jó nőhöz oda menni, a jó nők mondják a legtöbbször, hogy baromi magányosak, mert a férfiak félnek tőlük. Tehát ez szerintem sok pasi küzd, ez nem egy akkora baj. Domináns tonalitást te megtanulod, vagy te tanítod. Én ott állok nőként, és iszolgattok egy Virgin Mojitot, te odajössz hozzám, mit mondasz? Vagy ez mit jelent? Segíts nekünk. Tehát, hogy mivel megyek vagy oda? Nem, hogy szól, ha te megszólalsz a domináns tonalitás hangján? Hát ezt gyakorolni kell. Tehát ez nem azt jelenti, hogy hát mi hangon igyekezni. No, csak hogy tényleg baromi kíváncsi, csak én nem tudom, hogy ez mi a fene se tudja, én nem hallottam, de hát van egy csomó technika, amit az ember Amerikában tudja, hogy ez mi csoda? Tehát ez mi az, hogy domináns? Igen? Oké, akkor nem tudtam a különbséget. Nem tudtam, hogy lehet közelíteni, hogy nem domináns tonalitáson, meg hogy lehet. Oké, ott vagyok. Én azt mondom neked, hello. Csak a csajos hangon van mondjuk, igen? Oké, a rossz verzió. Hello, meghívhatlak egy italra, talán. Ez a rossz. Aha, ez a rossz, és melyik jó? Én erre azt mondom, a rossz verzióra nem, igaza van Gábornak, erre azt mondjuk, hogy nem. Ez van italom és barátom is. Van italom, van barátom. Hogy néz ez ki, amikor domináns tonalitásból jössz? Az pedig úgy néz ki, hogy hello, szerinted éjjeléknek szebben a fények, vagy nappal? Az, hogy a kérdésem már összezavart, tehát én nem tudom a domináns tonalitásra figyelni, mert majdnem lepisíltem a bokámat. Én most nő vagyok, egy Virgin Mojito, és éjjeléknek az a fények. Na. Mert most az van, hogy egyébként megleptél. Basszus meglept. És mi a válasz? Még azt, ha megtudhatjuk. Basszus kizökkentettél. Tehát éjjeléknek... Aha, tehát hogy nálatok a nyíregyházán nappal se kapcsolják le a közvilágítást. Hát szólunk a polgármesternek, hogy ez nem egy jó, nem egy jó élethelyzet. Pontosan, tehát olyan kérdést kell bevetni először is, ami vitatkozási ösztönöz. Tehát ami lehet így mosolyogni, vitatkozni, és a lányok nagyon szeretnek ebbe belemenni. Mondjuk sokkal jobb, mintha úgy indítottál volna, hogy szerinted popsiba megcsalás. Tehát én megértem egyébként. Tehát abszolút megértem, hogy ezzel az éjjel égnek a fények vagy nappal kérdéssel, Gábor, te kizökkented. A különbség lényege az igazából az, hogy magabiztosság, az, hogy erő legyen benne, és szeretet. Tehát, hogy ne úgy közelítsük meg, ne se félénken, se túl agresszíven. Ez a domináns tonalitás. Mm-hmm. Ebből meg lehet élni, Gábor, egyébként, csak kérdezem. Tessék? Meg lehet élni ebből? Tehát jól élsz ebből? Hát, szűken. Mert igazából ez a magyar piac egyelőre nem alkalmas arra, hogy a reklámcég vezetőként sokkal többet kerestem. De nem, mint most, hogy mondta, hogy szűz, féltékeny, vagy nem féltékeny, átlásos palik mennek-e hozzá, tehát tudod, látom, hogy egy csomó tanfolyam van. Tehát, hogy... Mondom, ez kis része, tehát kb. 10-20% akik
tűzgátlásos. Van ilyen réteg is valóban, igen. Jó, mit csináljon a Jani? Egy utolsó kérdés. Mit csináljon a Jani? Te tényleg beállnak elé a sorba? Ma reggel megint elmondta, hogy egy idősebb bácsi beállt elé, elvette egy újságot, nem fizette ki, ott áll. Nehéz ezt így feldolgozni minden szerdán. Majdnem elküldték, hogy kisfiam, te inkább iskolába menjél, majdnem odaszóltak Janinak. Hogy... Azért kéne segítened, mert romokban van. Ha léteznek kétmondatos tanács, akkor már milliókat keresnek az ügyesség. Tehát dolgozni kéne. Ja, hogy kezded el a felkészítését? Dolgozni, gyakorolni. Tehát ez olyan, mint a tánc, nem tudom, tanultatok a táncolni, hogy hiába mondom el, hogy hogy kell ezt a mozdulatot csinálni, attól még nem fogjátok megcsinálni, hanem az gyakorolni az alaplépéssel. Na jó, de akkor az alaplépéssel kezdjük el. A Jánosnak mi legyen az első lecke? Oké, akkor az első lesz. Akkor így végig megyünk egy hónapon keresztül, minden nap anélkül, hogy vett volna beállítás. Ez a legelső lépés. Na, de most nem az újságossal van baja, hanem... Most nem az a cél, hogy hülyét csináljak magamból az újságos előtt, hanem hogy ne állanak be elé. Az a baj, Gábor, hogy mindig beállnak a Jani elé. Nem az újságossal, hanem azon van, aki elé áll. Mindig beállnak a Gábor elé, vagy mindig beállnak a Jani elé, félrelökik, és azt mondják, hogy kisfiam, te inkább az iskolából legyél, mondják ezt szinte a Janinak, és beállnak elé úgy, hogy kilökik a sorból, mert nem tisztelik, hogy a sorban áll. Most konkrétan hülyét csináltál volna belőlem, ráadásul az újságos lány meglehetősen csinos, oda mennék így reggel, és állnék ott egy picit, mint egy idióta, mondjuk, és aztán beszélni a hello, és elmenni. Jó, igen, én bírom, Gábor, akkor ez nem rossz. Annyira vészes helyzet, akkor nincs, megnyugodtam. Nincs. Jó, akkor... Hát gondolkodott egy pillanat. Legyen az első blikre, hogy... Dominánsabban lépjen oda a pulthoz például, hogy ne férjenek be elé? Lehet az is, de igazából mondjuk én azt javaslom, most már rájöttem, hogy menjen oda, beszéljen az újságos hölgyel, mondjuk két vonatot, várja meg, míg sorra kerül a következő vásárló, és menjen vissza, ő talakodjon. Ez a Jani, ez de jó! Gábor, ez jó! Tényleg. Tehát, hogy ha téged félrelöknek, akkor legyél inkább te az, aki félrelöksz. Igen, de értem. Minden szeretettel, de magabiztosan. Szeretettel, magabiztosan. Idős nénit, vagy tessék innen. Tehát közben leborítsuk fel a babakocsit. Aha. A babakocsit és a kerekeszét. Jó. Gábor, köszi, érdeklődtünk iránt, tehát kíváncsiak voltunk, hogy mi van a jelenség mögött. Én a fonaljárásos videódat nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Köszönöm, a második verzióban meghívlak, mint modellnek, hogyha szeretnék. Jó. Beszéljetek még erről. Egyeztessünk. Én látom, Balázs, hogy felcsillant a szeme. Egyeztessünk. Nagy lehetőség ez neki. Még annyit, hogy igazából pont az a videó nagyon jó, hogy ezen jelentelődtetek, mert igazából a férfiaknak azt kéne felvenni, hogy nem kell tökéletesnek lenni. Vállalja fel, aki van. Ez lejön a videóból, igen. Ez lejön, ez erősen lejön azért, igen. Tehát fel kell vállalni, és akkor lehet, hogy nagyon sok nőt vagy embert elveszít, de ugyanakkor néhány az pedig nagyon erős kötődés lehet kialakítani. Gábor, ez egy szép végszó volt. Köszönjük, jó munkát neked, vigyázz magadra. Ciao, szevasz. Hello, ciao. Szenzációs SMS-ek. Meg vagyunk a Janival, én azért örülök. Én mindig azt mondom, hogy ettől színes a világ. Mit kell csinálnod akkor? Hát nekem elébe kell mennem a dolgoknak, nekem kell tolakodni. Igen, de kedvesen, tehát erőből kedvesen. Erőből kedvesen. Tehát nem kell büdös bonyom húzás, nincs milyen mondat. Megfogom két oldalra a fülét, és ráhúzom egy hizagerére a homlokát, tehát ez nincs. Ez nincs. Hegelje a megfelelőt, fizess elő egy újságra, Jani. Ez az. Igen. Gyerekek, egy nagyon jó SMS jött. Annyi jött csak. Nyíregyházi vagyok. Sajnálom. Semmi gond, nem a te hibád. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Van egy magyar kezdeményezés, ami mellé egyébként mi is odaállhatnánk. Valószínűleg ezt a kezdeményezést azok indították el, akik munkát keresnek különböző internetes álláskereső oldalakon. És a kezdeményezés tulajdonképpen arról szól, hogy reményvesztett munkát kereső emberek összefognak azért, hogy a nagy multik és a cégek és mindenki, aki munkát ajánl, azok érthetően, egyértelműen írják le, hogy milyen munkakörre
keresnek embereket. Miért ez most érthetetlen? Ez most jelen pillanatban ott tartunk már, hogy olyan angol megfogalmazások vannak, hogy egy átlagos munkát kereső ember számára teljesen érthetetlen az, hogy mit jelent a junior account executive, meg hogy? A senior helpdesk, és azt szeretnék ezzel elérni, hogy ha ők munkát keresnek, akkor magyarul normálisan írják le nekik a jellemzésen kívül, hogy mi a magyar megfelelője annak az adott munkának, mert hogy hát igazából mindent angolul írnak már le. Nem egy rossz kezdeményezés. Na most az a kettő, az nem egy rossz kezdeményezés. Mert egyébként én se értettem. Hát de figyelj, lehet, hogy ez már egy eleve egy szűrés. Rögtön egy teszt, hogy megvan-e az angol középfok. Hogy tudsz-e angolul, akkor jelentkezik. Ha érted, hogy mire jelentkeztél. Na, én megnéztem egy-két álláshirdetést, és a dolog egyébként tényleg érdekes. Aki keresett már tényleg interneten munkát, az tudja. És már most mondjuk hallgatóinknak, hogy próbáljátok a ti munkátokat megfogalmazni, mit jelentett. Ugye beszéltünk egy kukással, ő zseniálisan írta le, mert 2 vagy 3 nappal ezelőtt, hogy ő tulajdonképpen mit csinál. Én már nem is tudom, hogy ő mit mondott. Hogy pontosan azt milyen mondta, munkát hogy logisztikai menedzser asszisztens. Logisztikai menedzser asszisztens, és kiderült, hogy a kukás autó hátulján álltok. Szenzációs volt. De ebben az esetben a logisztikai menedzser valószínűleg a sofőr. Igen, és ő az asszisztens. Ő az nagyon jó. Tehát egy logisztikai menedzser asszisztens volt, és kiderült, hogy kukás autón áll. De hogy valószínűleg minden magyar munkának megvan az ilyen baromi bonyolult, érthetetlen, kicsit szakzsargonos, angolos kifejezése, amiből meg nem mondod, hogy egyébként te cukrász vagy, te pék vagy, te kukás vagy, vagy éppen villanyszerelő, vagy egyszerű recepciós. Na most például találtam ilyen hirdetéseket, Senior Helpdesk. Senior, ez a megszólítás. Ez várjál. On-site support munkatárs, így szól a... On-site? On-site support munkatárs, így van. Banki nagyvállalat és ipari területre fókuszáló IT biztonsági vállalat keres Senior Helpdesk on-site support munkatársait outsource szolgáltatásban való munkavégzés. Senior Helpdesk? Így szól az álláshirdetés. Akkor ezt Spanyolországban adták fel. Most itt van, hogy ez miről szól valójában. Hívások, bejelentések, fogadása. Tehát magyarul... Telefonos. Ez a helpdesk, ez tulajdonképpen, hát a helpdesk, az tudjuk, hogy itt jelent, az a telefonos, aki ott van, befut az ügyfélszolgálatra, egy telefonos recepciós. Munkatárs, recepciós, így van. Tehát amikor te odamész és segítséget kérsz, így van. Senior? Senior helpdesk, így van. Banki nagyvállalati sípa. Férfiak szenioríták, nem is. Senior helpdesk. On-site szapon munkatársakat keres. Nagyon sok ilyen van egyébként. És valójában nem lehet tudni, hogy ezek az állásajánlatok mit kínálnak. Aztán, ha tovább olvasod, és van némi fogalmad az álláskeresésről, akkor azért tudod, hogy ez mit jelenthet valójában. Erre miért van szükség? Ez így komolyabban hangzik? Vagy eladhatóbb? Vagy egyszerűen csak már tényleg annyira beszivárgott az angol nyelv, hogy már mindent így fogalmazunk meg. Miért kell ez? Miért nem lehet ezt egyértelműen leírni? Nem lehet, hogy egyébként egy nagyon rossz munkára így próbálnak meg, vagy egy Menőfé nagyon rossz munka. Teszed? Igen. Nagyon-nagyon nem találnak rá megfelelő embert, és mert hogy nem érdekli az embereket ez a munka, kitalálnak rá egy angol szakzsargont, egy angol megfelelőt, és akkor onnantól kezdve izgalmassá válik. Tehát ez a telefonos, hogy van, ez helpdesk? Igen. Helpdeskes. Telefonos vagyok egy cégnél. Melyik a jobb? Helpdeskes, ízleges? Én veszem fel a telefonokat. Ennyi? Helpdeskes vagyok. Helpdeskes vagyok. Menőbb? Jobb a hangzik. Jobb, helpdeskes. Akkor valószínűleg ennyi a titok. Hogy nem az, mert arra senki nem jelentkezik ma már, hogy telefonos. Legyél telefonos, amit te milyen szolgáltatónál, legyél helpdeskes. Ugyanaz, mint a névjegykártya, nem? Tehát oda is minél komolyabbat kell írni, menedzsert kell írni. Hallottam egy nagyon jót, a Visual Merchandiser. Visual merchandiser, az mit jelent? Visual, az ugye látvány. Hát, képkeretező. A visual merchandiser az, aki kimegy a kirakatba és berendezi a kirakatba. Na. Na. Tehát van egy adott termék, és a vizuális arculatot kell úgy kialakítanod, hogy nem magára, mint a szórólapokra, vagy nem tudom, Facebook kampányra, hanem te odamész, és a legjobb vásárlási élmény biztosítva, odamész és berendezed úgy a kirakatot, hogy a vevők jól érezzék magukat már, amikor ránéznek a kirakat. Nagyon jó. Ő a vizuális merchandiser. Igen, mert a kirakatrendező az ilyen nagyon szockós.
Igen, azért ezt a multicégek hozták be nyilván, amikor megjelentek, ugye, és akkor elkezdtek így fogalmazni, és bejöttek az angol pozíció nevek, de azért ez szenzációs. Mit dolgozol? Visual Merchant. Visual Merchant ezek, tényleg? És szereted a munkát? Bármi legyen is az. Igen, valószínű, hogy lehet, hogy ezt úgy gondolkodnak, hogy értsd meg, ha hozzánk akarsz jelentkezni. Tehát legyél annyira jó angolból, aha, hogy tudd, hogy mire jelentkezel, nem? Hát, de szerintem és ez már egy elsődleges szűrő. Nem kell angolul beszélni. Hát azért sok helyen hát fut a hangoltelefon. Ha a 9-es gombot megnyomod, akkor oké, oda speciálisan vesznek föl. De szerintem a magyar, aki a tehát magyar... ha nem érted, ne jelentkezz, nem lehet egy ilyen szűrő. Ha lehet. Érted, akkor az már jót jelent. Hogy helpdeskes vagy. Nem tudom, helpdeskes. Hát ezt most lehetne így, hogy telefonos. Ez mi ez az a például autooptikai karbantartó? Micsoda? Autooptikai karbantartó. Hát ez automosó. Na, most oda kell ezt érteni, hát teljesen autooptikai karbantartó. Hát ez autótakarítás, nem? Valamelyik, nem tudom, bevásárlóközpontnak a igen, de hát ehhez se kell angolul tudni. Hát ahhoz kevésbé kell, igen. Igen. Jó, na megnézzük akkor hallgatói, mit csinálnak, jó? Próbáljátok megfogalmazni, hogy ti mit dolgoztok. Akár az is lehet, hogy nem írjátok oda az eredetit, és megpróbáljuk kitalálni, igen, hogy, milyen hogy mi lehet a ti munkátok, ha egy kicsit megpróbáljátok angolra fordítani úgy, hogyha mondjuk azt egy névjegykártyán olvassa el az ember, akkor bepisil a gyönyörűségtől, és úgy érzi, hogy megtalálta az ő dolgozóját. Előnt minket tisztelet rögtön, hogy úristen, ilyen magas a kvalifikált emberrel találkoztam. Igen, és már látjuk a szakmai önéletrajzot, hogy 6 nyelvvizsga, 4 egyetem és 20 év szakmai gyakorlat brutál multi. Reggeltől estig Armániban. Igen, telefonnal, céges autóval, mindennel. Jó? Írjátok le nekünk, hogy mi a foglalkozás. Tehát ilyenekre gondolok, ez az Input-Output Manager. Ugye? Ja, ez a portás. Óriási. Input-Output Manager. Bekísér, kivisz, és intéz mindent, ami a belépéssel, kilépéssel kapcsolatban. Igen, ő a portás. De mégse írhatod rá egy névjegykártyára, hogy jó. Kis József portás. Igen, nem jó. Nem kis szépen. József Input-Output Manager. Igen. És egyből megkajáltad. Megvetted a palit. Eleve Peter Little. Peter Little Input-Output Manager. Kérem. Peter Little. Én a Petőfi Sáron általános iskola. Mond bezőmás. Peter Little Input-Output Manager. Így van. Na, várjuk az SMS-eket. Addig jó? Is jön természetesen senior newsmakerünk Ákos. Newsmaker. Így van. Tehát legyen benne az account, az nagyon fontos, legyen benne, hogy kreatív, és legyen benne, hogy menedzser. Mert ugye ma már mindenki tényleg kreatív, meg head of, meg menedzser, meg tehát ilyenek vannak ugye a részlegvezető, osztályvezető, hát ezek vannak rajta. A head of az a fejvadász? Igen. Nem, az a részlegvezető, osztályvezető, a feje valamelyik részlegnek. És a head on? Az kalapkészítő. Az brutál kalapkészítő. A kispesti kalapáruházban. A porrókás. Nem tudom. Írjátok meg, hogy mivel foglalkoztok, jó? Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan. Egy perc múlva, szép reggelt kívánom mindenkinek, itt vagyunk. És egy kezdeményezéssel foglalkozunk, ami arról szól, hogy az álláskeresők szeretnének összefogni minél nagyobb számban, és rávenni a multikat, hogy igenis adjanak ki egyértelmű állás ajánlatokat, álláshirdetést, és ne csak az angol száz nyelv területről érkezők értsék, hanem ha valami olyan munkakörre keresnek embert, ahol nem elsődleges a nyelvtudás, azt próbálják normálisan leírni. Erre a multikban mondhatják, hogy nálunk ez akár lehet egy elsődleges szűrő is, vagyis ha érted, akkor már lehet, hogy alkalmas vagy arra, hogy jelentkezz a munkára. Ha nem érted, akkor úgyse veszünk föl, mert ha azt nem érted, hogy mire jelentkezel, akkor nincs esélyed bekerülni. Tehát két oldala van a dolognak. Minden esetre szeretnék a munkakeresők, hogy egyértelműbben magyarosan írják le azokat a foglalkozásokat, amik egyébként tényleg magyaros foglalkozások, vagy magyar foglalkozások, és nem biztos, hogy angol nevet kell neki adni. Szerintem a meghirdetett állások jelentős százalékában nem szükséges az angol tudás, ahol angol nyelvű a meló leírása, nem? Simán lehet. Én azt is adok ezzel egyébként, hogy a saját fontosságukat akarják egy picit egy másik hát igen. szintre helyezni azáltal, hogy így fogalmazzák meg a hirdetéseket. Igen, meg gondolom, ebben az is benne van, tudod, hogy egy multi, akinek van valahol külföldön egy központi vezetője és egy központja, ott azt mondja, hogy ennek a foglalkozásnak ez a neve. Tehát az itteni multi, ha felad egy álláshirdetést, és azt mondja, hogy már pedig erre keresünk jelentkezőket, akkor nem önhatalmulag, ő nem magyarosíthatja ezt, ha a külföldi vezetőség azt mondja, hogy már pedig mi, ha a portást, ha
a recepcióst keresünk, nem írhatjuk oda, hogy recepciós, hanem azt kell írni, hogy helpdeskes, és akkor vagy front office manager, és akkor tudjuk, hogy az recepciós jelent. Tehát, hogy nem kapnak felhatalmazást arra, hogy magyarosíthassák ezeket a neveket, hanem külföldön is ezt használják, akkor a magyar leányvállalatnak is tulajdonképpen ezt kell használni, és így kell feladni álláshirdetést. Olyan előfordulhat, ez van a dolog. Mondjuk az, aki feladja az álláshirdetést, és megkérdezi az egyik kollégát, hogy figyelj, most mire, melyik állásra is keresünk? Mert oké. Recepciós. Vigyázz. Na, kértünk benneteket, hogy írjátok le nekünk, hogy ti mit csináltok. Tehát ha állást keresnétek, és mondjuk angolul találkoznátok a saját állásotokkal, megismernétek-e? Vagy ti hogy adnátok föl, ha keresitek egy betöltetlen pozícióra embert, hogy mit vagy kit kerestek. Hallgatóink elküldték a saját munkájukat egyébként, hogy azt hogyan lehetne jellemezni. Én kegyeleti design manager vagyok. Írja nekünk valaki. Kegyeleti design manager. Ez nem nehéz. Kegyeleti design manager. Mit csinál? Temetésekkel foglalkozik. Koszorúkat készít. Kegyeleti design manager. Anna írta nekünk. Valaki azt írja, hogy second hand shop dealer. Second hand shop dealer. Használt ruha. Ez használt ruha kereskedő. Így van. City bus line logisztik manager vagyok. Helyi járatos buszsofőr. Nagyon jó. Kreatív agrár menedzser assistant írja nekünk valaki. Ez traktoros. Ez ugye nem más, mint a traktoros Krisztián. Köszönjük szépen. Output product dump cleaner állásban dolgozom. Kimeneti termék, tároló, tisztító vagyok, vagyis WC pucoló. Ferrum küldte nekünk. Egy nyomvonalon haladó kézi munkagép erő kezelő technikus. Írja valaki. Talicskás, ezt ismertem, ez jó. Egy nyomvonalon haladó. Igen. Közép-Kelet-Európában International Sales Executive vagyok. Igazából házalok nap, mint nap. Egy angol cégnek dolgozom. Azt mondja, hogy Sickwater Factory buborék számláló menedzser. Sickwater? Szódás. A szódás vagyok Dömsödön. Ezt Petya. From Dömsöd. Igen. Endorfin menedzser vagyok. Írta nekünk Attila. Endorfin menedzser. Mit csinálhat? Szerintem lányokat futtat. Cukrász. Ja. Igen. Aztán vertikális transfer menedzserként dolgozom. Mit csinálhat ő? Vertikális transfer menedzser. Kamionos. Ne, vertikális. Vertikális. Ja, akkor lift kezelő. Így van. Ő hát nem van, hogy olyan lift kezelő. Vertikális transfer menedzser. Leföl, ő kezeli. Kezeli a igen. Alien driver. Alien, mint tök primitíven próbáld lefordítani. Igen, idegen, és a driver. Idegen sofőr. Idegen vezető. Ja! Te primitív idegen vezető. Alien driver vagyok. Idegen vezető. Zseni vagyunk, jó. Igen, aztán valaki ezt írja, hogy ő a food logistic manager üzletákban dolgozik. Mit csinálhat? Food logistic manager. Laci küldte nekünk. Kaja koordinátor, felszolgáló. Az mi? Ebédfutár. Ja, ebédfutár. Igen. Domestic supervisor. Az mit jelenthet? Tehát nyilván takarító. Domestic supervisor, így van. Ő takarító. Ez a hivatalos megfogalmazás. Az, hogy cleaner, az degradáló. Tehát az nem jó. Ő a domestic supervisor. Várjad, a supervisor az már főnök, az már ellenőrzi a többieket. Igen. Angolul én back office munkatárs vagyok. Aha. Back office. Tulajdonképpen ő az háttér. Hát ez mindenes. Igen. Tehát ő az, aki tényleg lukifüti, hoz, megy, adatot rögzít, feltölti a fénymásoló patron. Tehát ő a back office-os, aki biztosítja, hogy minden flottul menjen a munkahelyen. De egyébként menő, nem? Jó, back office-os vagyok. Back office-os. A Nokia-nál. És betérdez azt, hogy back office-os vagyok, így van. Azt mondja, hogy Security and Defense Assistant Senior Manager, írja valaki. Az mit jelent? Biztonsági őr. Biztonságtechnikus. Nem vagy. Ja, biztonsági őr technikus. Autooptikai karbantartó, ilyen, ezt már olvastuk, ő ugye az autó mosós, ezt Skagen küldte nekünk, és alkatrész mozgató projektmenedzser. Nagyon beteg dolgok jönnek. Targoncás. Ő a targoncás, így van. Mentálhigiéniás szakreferens. Mentálhigiénész szakreferens.
ő pedig a takarítónő. Teljesen, teljesen megfogalmazhatatlan, vagy megfejthetetlen. Van ebben valami azért. Van ebben valami, igen. Többet akarsz mutatni magadból, igen. Akkor keresem. Ki a Mother Book Driver? Mother Booth? Book Driver. The Book. Anyakönyvvezető? Anyakönyvvezető. Új, de jó vagy! Mother Book. Mother Book Driver vagy. ő az anyakönyvvezető, így van. A Beauty Coach, írja nekünk valaki, az ugye a kozmetikus, így van. Élő szállítmány minőségi supervisor. Ő a BKV ellenőr. Na jó, perc. Jó, igen, a Mother Book Driver az abszolút vezet, tehát az nagyon jó, mint anyakönyvvezető. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Bódi Margó meglepő dolgot árult el nemrégiben a kapcsolatáról, és ebből szerintem lehet jó témát csinálni, mert mindenki egy kicsit máshogy gondolja, mindenkinek más fér bele. Akinek van párkapcsolata, az ugye előbb-utóbb felállít egy szabályrendszert, és az szerint működteti, és elvár valamit az ő párjától. Amiben vagy belefér a megcsalás, vagy nem fér bele, vagy belefér az, hogy a férje felesége csapja valakinek a szelet, de egy bizonyos ponton ne menjen túl, hogy mindenki gondolkodik valahogy a párkapcsolatáról. És Bódi Margi azt mondta, hogy nyugodtan félreléphet az ő ura, nincs azzal baj, hozzájön haza. Egy jó asszony, hogy tudjuk ezt már ugye azért, Jimmy-től is. Mindent megbocsát. Uh-huh. És azt kell... Ő is hazaírta ezt a számot. Ajja, hogy ne, egyébként konkrétan. Sokszor. Azt a számot konkrétan. Érted, nem? Érted, ugye fog már te. Azt konkrétan hazaírta azt a számot. Ott volt mit. Jimmyről azért legendák vannak. Legendák vannak, hogy csajozott. Szóval azt mondta, hogy ha egy nő szemet akar hunyni felett, tegye meg, mert a béke és a család az mindenek felett van, és abban nem zavarhat be urunk egy-egy félrelépése. Ez csak a kikacsintás Margó szerint, nem is félrelépés. Kikacsintás. Igen, a napszeg mögül kicsit Guszti kikacsint. Lehúzza Gusztív, kinéz a színpadról, egyet oda kacsinti, de utána visszamegy. Egy kis kikacsintás a slic mögül. Hát Istenem, meg mikor honnan kell kikacsintani, teljesen normális dolog. Abszolút támogatom. Miért, hogyha elfogadja a Margó? Ha a Margó azt mondja erre, hogy életem, ez menjél. Nem, ez nem elfogadás, szerintem ez beletörődés. Ja, hogy ott nem is volt más választása. Hát ennyi. Neki. Ennyi szerintem. Aha. Tehát megmondta Guszti, amikor ők összekerültek. Az hát ő kapcsolatuk ugye nagyon... Lehet, hogy természetesnek fogta fel ezt a dolgot. Nem is csak egy sztárról van szó. Hát amikor ők összekerültek, az akkor még nem volt nagyon sztár a Guszti. Egyébként ezt nem tudom, tudjátok, hogy ő megszöktette annak idején a feleségét, mert nem akarták hozzáadni. A Margot megszöktette, mert ugye ők roma származások, roma családban nőttek föl, és tartják is ezt a dolgot. Ez azért fontos, mert ugye, hogy ők nyilván másképp állnak hozzá a dolgokhoz, mint mi. Például ugye a Margot sose vetkőzik le Auguszti előtt. Egy csomó olyan dolog van, ami nálunk teljesen normális, az ők meg másképp gondolják. Tehát lehet, hogy ez is benne van ebben a dologban, hogy ugye azt mondja az asszony, hogy menjél nyugodtan Gusztikán. De lehet, hogy nem menne, ha egyszer is levetkőzött volna előtte. Akkor nem hagynál. Anyám, ha én ezt tudom. Akkor nem. Akkor nem lehet, hogy van még bőven muníció a kapcsolatban. Igen, hát egészen máshogy gondolkodnak ők a párkapcsolatról, tehát hogy teljesen más hagyományokkal, más kultúrával. Náluk ez egy bevett dolog, hogy ott a palinak azért meg lehet azt csinálni, amit a nőnek egyébként tilos. Ugye? Tehát és ezt ők tudják is, hogy máshogy gondolkodnak, tehát a pasinak több minden megengedett, mint mondjuk a nőnek. Tehát a nő az nem biztos, hogy félreléphet, viszont a pasi mehet, csak este. De nem biztos, haza. Hogy félreléphet, vagy nem akar félrelépni itt most ebben az esetben, vagy ott nem is lehet nekik? Megkövezik a nőket, hogyha ilyesmi van, és szerintem pedig hát itt sem itt ez a dolog. Tehát, hogy az én elveim alapján azt kellene csinálni, hogy akkor mind a kettőnek meg kellene, hogy lennie a kapcsolaton belül ennek a szabadságnak, nem? Tehát, hogy amit szabad a férfinak, az szabad legyen a nőnek is. Aha, és akkor ezt megbeszélik az elején, mehet mindenki a dolgára. Aztán este megnézik a videókat.
Ja, hogy videó is készül róla? Mindenki rögzítsen. Hát, hallod, miért gondolod ezt mindig ennyivel túl? Tehát, hogy van egy témánk, ami a félrelépésről szól, és te már ott tartasz fél percen belül, hogy egy kis GoPro-val a fejeden brutálisan tolsz valakit, asszonykád is valahol ott, nem tudom, ő is, és este berakjátok a felvételeket, rákötitek így wifi-ről a számítógépre, hátradőltök, nachos tesztek, és nézitek, hogy ki hogy. És így ki hogy. Miért gondolod ezt mindig ennyire túl? Hogy jutsz ide, hogy videóval, egy kamerával a fejünkön lépünk félre, és egyből rögzítjük, és felveszünk, hát, és este DVD-t cserélünk. Tehát eszembe se jut, hogy vegyük föl azonnal. Egyelőre még a félrelépésre beszéltünk, te meg ma azonnal négy plánból veszed föl, és bekamerázod a szobát, és házi vágó programmal megvágod, és meg odaadod asszonykádnak. Tehát ez így hogy? Hogy jön? Nem kell megvágni, nekem jó a muszteri. Sok mindent kéne még neked kiélni, azt hiszem, mert ez eszembe nem jutott a videó erről egyébként, hogy nem rossz ötlet. Alapjában nem rossz ötlet. Hát azért én meg is lepülnék rajta, vagy ha azt mondanád, hogy nem jó ötlet, hiszen például a Swinger Party témakörét te szoktad állandóan behozni. De az más, hát nem ez volt a téma. Ütjük is otthon mindketten, de... Igen? Egyelőre nincs. Nem. Nincs, igen. Szurkolok meg. Megkérdezzük Margot. Hello Margó, jó reggelt! Itt van velünk Bódi. Margó, szia Margó! Szép jó reggelt kívánok, szeretném napot mindenkinek. Annyira kedves fiúk, annyira túlspiláztátok ezt az egészet. Hát te olyan helyes vagy, annyira csilingel mindig a hangod, én bármikor látok veled egy interjút, már attól jó kedvem lesz, hogy hallom a hangodat, hogy így csilingelve beszélsz, ja. Jó kedved van. Ez figyelj, te egy angyal vagy. Na. Hát, mi nem is gondoljuk, de mindegy. És fiúk, mennyien nem tudják rólam. Fiúk, ez nem úgy működik, hogy megy egy, hát nem vagyunk mi mutánzsok, hogy megy egy férfi a színpad mögül, le a slic, kikacsint, vissza a slic, hát ilyet lovári fiúk nem csinálnak. Tehát ők attól úriemberebbek, hogy ők bárhol az utcán, meg bármikor, meg bárkivel, meg ez nem úgy működik. Jó, mondjuk az utcán tényleg elég durva. Tehát ott azért senki nem csinálja, hogy az tényleg elég kemény. Na most azt, amit ti hallottatok esetleg a Hajdú Péter showjába, ugye, az nem így van pontosan, ahogy ezt így körülírják a sajtó, meg körülírja a sajtó a média. Azt kell tudjátok, hogy az összromaságnak, az össz, nem tudom, most romát kell mondani, vagy cigány, mert már én sem tudom. Ami neked jól esik, nem bánthatod. Mert az egyik megsértődik. Igen, az egyik megsértődik, néha azt mondjuk, pedig mondd ki nyugodtan. Igen, de viszont én azt szeretem, hogyha azt mondjuk, hogy cigányok vagyunk, mert végül is cigányok vagyunk. Mondj, nyugodtan mondhatod, de hiteles vagyunk. 20%-át teszi ki az a kaszt, amiből, ahonnan én jöttem. Ugye tudjuk, hogy vannak romák, és vannak a romák között csoportok. Amelyik csoportban az egyik nőnek vagy férfinak, amit szabad, az a másik csoportban 100%-ig lehet, hogy tilos. Nem megengedett. Te melyikbe tartozol? Én a lovári kaszba vagyok, és a legkisebbe. Szabad? Tehát én a 18-20%-ába vagyok benne. Akkor szabad. Tehát nálunk ezek a szokások éltek, meg élnek az én családomban. Ezt kihangsúlyozom, mert ugye most már változnak a... Na jó, de hogy néz ki ez a gyakorlatban? Tehát ugye én arról beszélek, hogy okos asszony, ugye Jimmy Dala is tényleg szólt, hogy mindent megbocsát. Tehát te mondjuk tudod, és azt gondolod, hogy a család egysége a szent, sokkal fontosabb, hogy együtt maradjunk, hogy a gyerekek együtt legyenek a családdal. Tehát mondjuk volt olyan, hogy csak konkrétizáljuk egy kicsit a dolgot, hogy hazajött, sejtettél valamit, nem kérdeztél, okos voltál, volt egy meggyőződésed, talán be is igazolódott, de azt mondta, hogy nem kérdezek rá, megteheti, viszont hozzám jön haza. Ilyen volt? Amíg nem születtek meg a gyerekek, igen, régen, ugye ők Budapestre jártak dolgozni a fekete vonattal, ezt nagyon sokan tudják. Munkásszállón laktak. Na most ők, ha félre kacsintottak, vagy néha megkóstoltak egy sütit, ezért nem járt haragra. Jó, mert megkóstoltak egy sütit. Hát egy jó sütit. Mert ugye fiatalok voltak, 18-20 évesek, és ugye munkásszállón laktak, ott is voltak lányok, nem lovári lányok, a másik kaszba való lányok, akik szintén vonattal jártak, és szintén dolgoztak, összemelegedtek, valami történt. Ugye sokan voltak, jött a pletyka haza, hogy... Most csak magamról mondom, és feltételezem, hogy ne sértsek meg senkit, csak önmagamat. Valaki azt mondta, hogy a Guszti a múlt héten összejött a, mit tudom én, a Rózsival, és ugye ez a pletyka előjött. Na most én, nekem ez fájt. Persze, hogy fájt, mert én is nőből vagyok, attól függetlenül, hogy cigány vagyok. Nekem is vannak érzéseim, nem kicsit. Na és akkor én most mit csináltam volna? Ezért hagytam volna el a Gusztit.
Tehát azt mondod, hogy, ha egy nő igazán okos, akkor az fontosabbnak tartja azt, hogy vele van a párja, és átlép bizonyos dolgokon, vagy igenis tessék átlépni? Nem. Ez úgy működik, Balázsom, hogyha véletlenül megtörténik egy ilyen baleset, azt el lehet nézni. De szép szó. Köszönöm, hogy te mondtad ki. De véletlen baleset. De hogyha ez folyamatosan csinálja ez a jó ember, állandóan csajozik, kijár, telefonon hívogassa, elviszi ide-oda, diszkóba jár vele, mit tudom én, hova jár vele. Hát akkor egy normális lovári nő ezt nem nézi el, mert ő nem alacsonyodik le annyira. Akkor egyértelmű, hogy elválik tőle. De ha ez egyszer előfordul, akkor benyújt a szemed. Tehát a diszkóba... Na most, hogyha előfordul, ez nem váló ok. Tehát, hogyha most megcsalja az a férfi, akkor ő másnap menjen és csalja meg újra, csalja meg ő is vissza, vagy adják el a házat, váljanak el, vagy osszák szét, hogy ez a lábas a tied, ez a függöny az enyém, ez a törülköző meg a anyósomé. És akkor a gyerekeket egyik hétvégén viszi a férj, a másik hétvégén viszi a nő. Igen, tehát hogy a következmények sokkal rosszabbak. A nő hogyha... összeáll egy palival, aki molesztálja a kislány. Ugye? Jó, abban picit túl már nem menjünk vele. Kicsit azért túlszaladtunk a témát, de itt már előre vetítettünk egy olyan jövőt. Na de figyelj. Biztos, hogy megtörténik, de értem, mit mondasz, persze. Ez egy lovári nő átgondolja, hogy az én kislányom, az én gyerekem, az én kis házam, amiért én dolgoztam, szenvedtem, mert ugye szenvedünk, dolgozzunk érte, legalábbis az én családom, akkor most át kell értékelni, hogy megérte az a süti evés, vagy nem érte meg. Megérte azt elnézni, vagy nem érte meg? Tehát én így gondolkodok. De a mai világban már ez nem így van. Meg ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a Guszti kinéz a napszemüveg alól, és lehúzza a slicet. Hát a Guszti egy úri először ember. Húzza le a slicet, és utána néz ki a napszemüveg alól. És le se veszi a napszemüveget. A Guszti az egy úri ember. Nagyon szép gyerekeket neveltünk fel. 37 éves, 35 évesek a fiai. 4 unokánk van. Nagyon szépen élünk szerelemben, boldogságban. Az este még mondtam is, voltunk egy műsoron, és ott hallotta az egyik lány, mikor a Guszti beült a kocsiba, és mondta, hogy jól vagy, mama? Mondom, jól, azt mondja, szeretlek, mert ilyen erős vagy. És a nő mondta, hogy nem, ő azt hitte, hogy viccelődünk, hogy szeressük. Majd de cukik vagytok, én úgy látlak benneteket, hogy tényleg nagyon helyes. Figyelj, 40 év, én szerintem, ha holnap megkívánnak Guszti egy sütit, azt is elnézném. Jaj, de helyes vagy. Margó, mi lenne, hogyha ha te kívánna egy sütit? Igen, akkor te kívánod meg a sütit, véletlenül. Akkor lenne egy nagy baj, de én biztos, hogy nem kívánnám meg a sütit, mert én úgy vagyok bekódolva. Ellensüti sincs? Tehát, hogyha a párod megkíván egy sütit, te akkor egy ellensütit megkívánsz, mert a csajok azért sokszor ellensütit kívánnak meg, kicsit ellennyaralnak, ellensütit kívánnak meg, ellenbarátnőkkel találkoznak, ha elmegy az ember. Tehát... Ha ellensüti lenne, az lenne a legnagyobb aljasság a világon. Nálunk ez a legnagyobb dolog, hogyha a férfi megteszi, akkor a nő is. Na hát ez a legcsúnyabb dolog. De most tényleg, nem az lenne a korrekt, hogyha ő behabzsol egy almás pitét, akkor te megkívánsz egy tátra csúcsot? Hát elvileg, hogyha így gondolkodunk, hogy mondjam, magyar ésszel, meg nem lovári ésszel, akkor ez lenne, amit te mondasz. De mivel én lovári vagyok, és én engem úgy neveltek, és én ezt láttam a anyósomtól, anyámtól, sokgonőmtől, nővéremtől, az egész családtagoktól, én ebbe így nőttem bele. Én is megnézek egy szép férfit, mert én se vagyok vak. Látom, hogy szépen rendben van, be van lőve a sérója, jó a csukája. Ez én vagyok. Hát nem is én. A kezei ápoltak, az arcához illatos. Végignézek rá, te jó Isten, hogy milyen jó néz ki ez a csávó. De már mire én arra gondolnék, hogy vajon jó-e a sütie, akkor egy függöny legördül előttem, úgymond. És én onnantól kezdve már tovább nem látom. De nem mondd már, hogy gondolni se lehet. Tehát az, hogy nem teszed meg, persze nem teszed meg, de még csak nem is gondolhatod. Figyelj, már van ilyen gondolatrendőrség, nem teheted meg. A gondolatomat nem tudná senki befolyásolni, de mégse gondolok. Édesem, mert attól már még melegség önti el a hátamat, elszégyellem saját önmagamat. Milyen pajzán gondolataid vannak, kérdezni te saját magadról, még ez egy brutális francia krémes látsz magad. Igen, ha egy idegen sajtos rollóra gondolt. Na de gyerekek, ez így van szép. Aki szeret, az megbocsát. Fiam, Argo, nem... Mondd ezt még egyszer. Igen. Aki szeret, az megbocsát.
Na most nem becsárját, hát ki a CD-re. Na, mondok nektek záróképpen egy nagyon jót. Most figyelj. Na. Ha én szeretem a Gusztit, ugye? Neki jó leszik valami. Akkor az nekem fájjon? Hát akkor nem is szeretem. Istenem, ez az én elméletem, és köszönöm, hogy végre valaki ezt igazolja. Ez az én elméletem. Nem most fognak írni aztán majd fűt fát az újságok, de nem értek el. Tökre értem. Igen, az én igaz, abszolút, szerelem, ez már, az örül a másik. Ez már egyfajta spirituális magasság, amit mondasz. Igen, ide kéne eljutni minden párkapcsolatnak egyébként. Nem a... Fiúk, imádlak titeket. Puszilunk, köszönjük szépen. Vigyázzatok magatokra. Puszi, ciao, ciao. Szia, szép napot. Gyerekek, a nagy gondolkodók, Osho, vagy Eckhart Tolle, vagy Dan Millman, vagy Bodhi Margot. Ők mind azt mondják, hogy az az igazi szeretet, amit egyébként a Margot is mond, amikor két ember együtt van. Az ami nehéz úgy beszélni arról, hogy ott ül a nejem. Igen. Aki erről más gondol. Aki erről teljesen más gondol, mint a legtöbb nő természetes úton módon. De Margot mondta ki a lényeget. Az igazi párkapcsolat lényege, az nem a félelmen, a féltékenységen, a birtokláson alapul, hanem azon, hogyha te párod, amit a Margot is mondta, megijél. Most nem a Feri szemében nézzél, miközben magyarázol, hanem... Neki ezt már nagyon sokszor elmondtam ezt az elméletet, de sose hallgatott egészen még. Azt hiszem, hogy most csak egy témát boncolgatok. Nem, hát ezt Margot mondta ki alapjával véve, és mindenki azt mondja, hogy a valódi szerelem, a valódi szeretet, a beteljesedés, abban nincs önfeláldozás, nincs birtoklás, nincs lemondás. Tehát, hogyha te igazán szeretsz valakit, akkor is szereted, úgy is szereted. Abban a pillanatban is szereted, amikor valami olyat tett, ami neked nem felel meg. Hiszen a szeretet az feltétel nélküli, és ha ő megélt valakivel egyfajta boldogságot, nem vagyok irigy, nem vagyok féltékeny, nem bán, de senki nem tudja megcsinálni, én sem, mert nyilván rosszul esik az ember, megcsalják, de ide kéne eljutni agyilag. Örülök a te boldogságodnak, nem vagyok irigy, nem haragszom, hanem megéltél valakivel egy jót, és az nekem jó, hiszen örülök, hogy te boldog voltál. Ezt mondja a Margot is. És ezt mondják a legnagyobb gondolkodók, akik nyilván megvilágosodottak. De hát az ember ennél gyarló, meg az ember egója erősebb, és ez sajnos nem így működik. Nálam is így működne. Én se tudnám azt mondani, hogy igen, egy két méteres, nagy darab, nagyon izmos. Feka! Érted? De az ember nem így gondolkodik, de Margot mondta ki a lényeget, hogy ha valakivel te boldog vagy, akkor igazából egy beteljesedett igazán egó nélkül működő szerelem az ide kéne, hogy eljusson. Csak ez baromi nehéz, meg sem emberek vagyunk, szóval egó. Csak azt nem értem, hogy az általad felsorolt szerzők, ha már ott vannak a polcunkon, Móni, miért nem olvas ők? Vastagon húzna le ezeket a részeket. De most komolyan. Másik azt mondja, hogy... Ez egy nehéz kérdés, igen, hogy a lemondást választod, mint párkapcsolat, és megfelelsz valakinek, mert az ember nem szabad, hogy önző legyen, vagy megéled a boldogságot, és megtanítjátok egymást értékelni arra, hogy... Aha. Bizony kell értékelni, hát ez nem fog menni senkinek. Itt elbukuk. Itt ez egy nehéz dolog. Aha. Mert hogy miért nem mondod azt, hogy ha igazán szereted, akkor nem az elengedés a szereteted, hanem a lemondásod. Hanem a lemondásod. Érted? Uh-huh. Tehát jogos a Viki kérdése. Tök jó a kérdés, amit kérdezem. Hogy ne rólam mondd le. Tök igazad van. Hanem mondd le arról, ha szeretsz, az legyen a lemondás. Igen. Csak ha én azt kérem tőled. De te tök jó, hogy vitatkozol, mert a Viki is ezt mondja, igen, hogy a valódi szeretet az nem arról szól, hogy bármikor azt csinálok, amit akarok és félrelépek, hanem arról szól, hogy van valaki, akiért lemondok önmagamról. Igen. De ezen is lehet egyet fordítani, és azt lehet mondani, hogyha neked elvárásod van azzal kapcsolatban, hogy én mit csináljak, akkor te feltételhez kötöd a szeretetedet, és azt mondod, hogy szeretlek addig, amíg te ezt vagy azt megteszed, és szeretlek addig vagy addig, amíg te ezt nem teszed meg. Ha megteszed, már nem szeretlek. Érted? Tehát a saját szeretetedet egy feltételrendszerhez kötöd. Igen, de akkor te viszont azt várod el tőlem, hogy én változzam meg, olyan szinten, hogy engedjem el ezt az én gondolatvilágomat, és akkor te kérsz tőlem változást. Hogy én fogadjam el azt, hogy te félre mehetsz. Akkor te is feltételhez kötöd. Tehát itt most már egy ilyen ide-oda dobáló, labdadobáló dologba vagyunk benne. Úgyhogy tudjuk megcsinálni, engedd el. Sajnos nem tudjuk megcsinálni, de igen, igen, igen. Ez csak az, hogy az ő szempontjából pedig te kötöd feltételhez ugye a szeretetet, mert hogy azt mondod, hogy az a feltételed, hogy fogadja el. Igen. A feltétel nélkül szeretetet. No. Azt mondják, hogy ha szeretsz valakit, és akkor vége a spirituális 10 percnek is, utána vagy az esetleg folytatjuk, hogy ugye, ha szeretsz valakit, akkor nem bántod meg. A felvetés is rossz, hiszen annak az embernek, na mindegy, ebben már nem megy bele, mert ez már nagyon, nagyon elméleti. Mindegy. Nem érdekes. Ja. Drága hallgató,
Mikor dugtatok félre, ez a kérdés? Jó? Így van. És megbocsátották-e? Térjük vissza a mi szintünk. nyilván nem ez a kérdés. Ki min néz át? Elsősorban a hölgy hallgatóinkra vagyunk kíváncsiak, hogy volt-e olyan pillanat az életetekben, amikor tudtátok, hogy igen, félrelép, de nem csinálok balét. Megbukott, de megbocsátottatok. Kinek mit kell elnéznie egy kapcsolatban? Ki min lépett át már azért, mert azt mondta, hogy fontosabb az egység, nem akarok elválni, megbocsátom, bár nagyon fáj, de átnézek rajta. Nyilván sokan járnak ebben a cipőben, nem? Igen. Hogy elnézek bizonyos dolgokat, és nem csak férfiaknak, hát azért férfiak, nőknek is, legyünk őszinték, azért mi is sokszor kell, hogy toleráljunk dolgokat. Ki mit nézett már el az ő párjának, amikor mondjuk tudta tényleg, hogy megcsalja, miből tudta, hogy jött rá, és miért nem csinált balét. Igen, és gyakorlati tapasztalatokra vagyunk kíváncsiak, nem erre a fajta elvisíkra, amit Balázs képvisel, hiszen ő is tudja, hogy bárhogy csűri csavarja, évtizedekig marad ugyanaz a kókuszgolyó. De törekedni kell rá, hogy elérjük a spirituális magasságot, még akkor is, ha kasztrálnak. Igaztad magad ezzel? Én bevállalom, kasztráljanak. 3:49 lesz, pontosan 4 perc múlva. Több hírünk is van, ami fontos, mielőtt folytatnánk a témát. Az egyik az, hogy jövő héten hétfőn lesz egy kitelepülésünk. Megyünk a 4-es metróba, reméljük akkor járni fog. Biztos, jár, a 3-as metró akadt le, vagy a 4-essel volt valami, mindegy. A lényeg, hogy hétfőn ez biztos, hogy rendben lesz. Megyünk, és 4-es metrózunk egy picit. Állítólag már sofőr nélkül mennek ezek a metrók, sofőr nélkül. Elfelejtették a sarókat berakni a kerekek alá. Gyönyörű a 4-es metró, gyönyörűen megy, szépek a megállók, hát az egyik legszebb szerintem Európában, már ami a megállókat illeti, úgyhogy megyünk, és kipróbáljuk, teszteljük a 4G-t a föld alatt, úgyhogy jövő héten hétfőn 6 órától 10 óráig megtaláltok bennünket a 4-es metró vonalán. Ha van kedvetek velünk együtt egy kicsit metrózni, megnézni bennünket, velünk együtt utazni, ajándékokat nyerni, akkor hétfőn várunk mindenkit a 4-es metró valamelyik megállójában, valahol, valamikor ott leszünk. 6-tól 10-ig, hát pontosan mikor, hol, azt ugye nem tudjuk, 12 perc, 15 perc a menetidő, jövünk, megyünk, szaladgálunk. Több kocsi van nyilván. Az egy hosszú kocsi, egy hosszú. De csak egy megy oda? Aha, egy megy oda, az egy hosszú, mint a kombinó, tehát végig lehet menni, végig tudsz rajta menni. Aha. Na jó, van, azért te se koptatod sokszor a 4-es metrót, ez megnyugtat. Én mondtam, hogy nagyon örülök ennek, mert életemben nem voltam a 4-esen. Szép, szeretni fogod, szépek a megállók, kulturáltak a kocsik, úgyhogy nagyon-nagyon klassz a 4-es metró, úgyhogy jövő héten hétfőn 6 órától 10 óráig a föld alól jelentkezünk. Majd voltunk már a föld alatt, amikor ugye autót lehetett nyerni, és ki kellett ásni bennünket, most mozgásban leszünk. Most metrót lehet nyerni, most kell lehet kiásni. Nyerni, metrót, el tudtok hozzánk jönni, tudunk találkozni, és rengeteg mindennel készülünk, rengeteg ajándékunk lesz. Fergeteges témák, izgalmas játékok, értékes nyeremények. Így mondanám, ha azt akarnám, hogy senki ne hallgassa a műsort. És egy 1980-as programajánló lennénk, akkor valóban így mondanám. De tényleg, hát az lesz, szeretjük. Az lesz. Kicsit kimozdulunk, úgyhogy ez mindig jó. Ez az egyik. A másik, hogy holnaptól átalakul majd a hármasugrás játékunk, mert hogy nem 3:49-kor játszunk majd, hanem 9:30-kor, viszont 3:49-kor lesz egy beugrója a játéknak, figyelni kell majd. Még nehezebb lesz bekerülni, idézőjelesen, nyilván nem az a cél, hogy nehezen kerüljetek be. Valamit fel kell majd ismerni holnap, mondjuk, ez 9 óra előtt lesz néhány perccel, és a hármas ugrás, a jól megszokott, mégis drága hármas ugrásunk átkerül 9:50-re. Így lehetőséget kapnak azok is, akik ott hallgatnak, és mások is, akik eddig nem tudtak, hogy játszhassanak és hogy nyeressenek, úgyhogy holnaptól már 9:50-kor lesz majd, 9:50 előtt pár perccel lesz a hármas ugrás. Viszont 3:49 után kell hallgatni a műsort, hogy megszerezzétek a beugrót magára a játékra. És 9:30-kor meg maga a játék. És 9:30-kor pedig maga a játék. Na, egy érdekes témával foglalkozunk, nagyon sok SMS jött egyébként. Bodi Margóval beszélgettünk a hírek előtt, aki elmondta, hogy náluk ez egyrészt hagyomány, másrészt nekik ez így jó, ugye egy jó asszony, hát szemet húny férjehűtlensége felett. Elmondta, hogy azért ez nem arról szól természetesen, hogy Guszti folyamatosan lehúzza a slicét, majd letolja a napszemegét, vagy éppen pont fordítva, de ha esetleg, ne agyisten, ez megtörténik, akkor náluk megy minden tovább. Igen. És arról beszélgettünk, hogy ez vajon hallgatóinál hogy lehet, ki az, aki már rájött arra, hogy megcsalják,
félre mentő is, sütizik, igen. Visszacsalta, nem csalta vissza, vagy egyszerűen csak megbocsátott azért, hogy egyben maradjon a család. Nagyon érdekes SMS-eket kapunk, ahány párkapcsolat, annyian gondolják ezt különféleképpen, mindjárt szemezgetünk az SMS-ekből. De előbb te valljál szint, ugye az előbb elkezdtél itt a spirituális ízét felé menni, amitől nyilván a fél ország hívjuk süteménynek. A spirituális sütizés felé, ahol nagyon szépen leírtad azt, hogy ugye a Vikinek meg kéne azt bocsátani, ha igazán szeret, hogy te félre... Nem a Vikiről meg magamról beszélek, mindegy, hanem egy kapcsolatról. Ja. De nem kell, hát nyilván mindenki úgy dönt, ahogy szeretne. Oké. Okay. Mi van, ha ő csinálná meg ezt veled? A Viki azt mondja, hogy figyelj, annyira szeretlek spirituálisan is most már, hogy saját magamat elengedtem. Befejeztem az Osó könyvet. Befejeztem az Osót. De annyit, hogy cukorbeteg. Igen, és egyet besütiztem. Hogy mi lenne akkor, ha a férje... Ez nyilván mindenki gondolkodott, nem? Hogy mi lenne, hogy szakítasz, nem szakítasz? Ez a kérdés? Igen. Hogy vége van, vagy nincs vége? Hogyha te lépsz félre, azt a Vikinek hogy kéne kezelni? Mi van, ha ő lép félre? Figyelj, ez szerintem nagyon sok mindentől függ. Ezen ti is gondolkoztatok? Nyilván. Ti is mondjátok, majd el érdekel. Szerintem függ attól, hogy lépett félre, hogy milyen a minősége annak a félrelépésnek, hogy a kapcsolatotok milyen stádiumban van. Ez nagyon sok mindentől függ. Én szerintem nem feltétlen az az igazi árulás, ha egyszer félrelép. Mert akkor önvizsgálatot kell tartani. Ha egy nő lép félre, mindig azt mondom, hogy annak oka van. A nő általában érzelmi alapon lépnek félre, pont ezért értékelik túl a szexet. A Palinak mi? Egy szex, gyorsan ott vagy, szex, kész, túl vagy rajta. A nő azért értékeli túl, mert szerelem. Mert ők általában érzelmi alapon lépnek félre. Tehát a női félrelépés mögött szerintem mindig egy hiány van. Szerintem az árulás a viszonynál kezdődik. Az igazi árulás. Tehát, a félrelépés is árulás, de azt hiszem, hogy egy félrelépést, ha önvizsgálatot tartanék, és azt mondom, hogy oké, ebben én is hibás vagyok, hamarabb meg tudnék bocsátani, mint az, hogy valakivel mondjuk viszonyban privizik, SMS-t ír, mert az igazi árulás, az szerintem sokkal nagyobb az érzelmi árulás, a viszony. Mint az, hogy most ő hülye volt, elment, nem tudom, és rosszban voltunk, összevesztünk, nem kapta meg, és talált egy palit, mondott neki két jó szót, és lefeküdt azzal a palival. Rosszul esne, fájna, de magamban is keresném a hibát, nem feltétlen csapnám rá az ajtót és lépnék félre, el kéne azon gondolkozni, hogy oké, ez megtörtént, nézzük meg, hogy mi a rossz. Bezárni mindent, fölégetni, és egy csalás, felnőttek vagyunk, szerintem ez nem egy akkora dolog. Uh-huh. Ha érzelem van benne, ha viszony van benne, ott elárulnak. Tehát szerintem onnan indul. De mi történt? Jó, és ha fölveszi az egészet, és megmutatja, akkor... Az már nagyon beteg. Bosszúból megkapom a karácsonyi DVD-t. Igen, szóval, hogy meg kell nézni szerintem, hogy mi történt valójában. És meg kell nézni azt egy palinak is, hogy mi vezetett oda, hogy a nő félrelépjen, mert a nő a legritkább esetben lép félre ok nélkül. Tehát a női félrelépés mögött mindig hiány van. Mindig érzelmi hiány van. Mindig te valamit nem adsz meg, amit ő valahol másról megkeres. A paliknál viszont nem, basszus, ott jön egy kísértés, egyszer megőrülsz, hülye vagy, nem gondolkozol, félrelépsz. Nem is kell túlértékelni. A nők viszont túlértékelik. Érted? Na de ha viszonyról van szó, akkor már ott is azért hát van egy komoly hiány a kapcsolaton belül. A viszonnyal sincs baj, a viszonnyal az a baj, hogy akkor tiszta vizet kell önteni a pohár, és azt kell, hogy figyelj, viszonyom van, ez lett, összeértem, úgy érzem, kezdek bele szeretni, legyen vége. A viszonnyal az árulás a baj szerintem, nem? Nem éreznéd úgy, hogy elárulnak? Nem az a nagyobb baj, mint hogy egy szex. Hát most egy szex, igen. Hogy kicsit rossz, karácsonyra rossz, oda is mennél. De azért, ne legyünk már gyerekek, igen. Szóval most oké, vagy szexet, két ajándék. Ja, bocs, úgy, de barom vagyok. Ja, nem. Vagy de minden így van, állatok váló? Mi mennék? Szakító... Egy ilyen nem. Hogy mi, nem. Értsük meg a miértjét, hogy valójában mi történt. Hát egy szelet süti nem. Zsúrtottam még csak, de egy kis szeletes. De te már cukorbeteg vagy fejben. Hallod? Az a baj, te már cukros vagy, mert hallod, amit te művelsz fejben, az nagyon durva. Én most nagyon kellemetlen helyzetben vagyok, mert ezután a beszélgetés után én nem mondhatom azt a Móninak, hogy ma egy kicsit később megyek, mert elmegyek sütizni. Igen. Nekem figyelj, már ilyen nincsen. Figyelj, te a fejben dugástól neked 30-as a cukrod. Szóval, hogy... mint ahogy sokan már belepusztultak a cukormérgezésbe, azt gondolom, minden egészséges férfinél van. De még inkább fejben, hát gyerekek, Pali hányszor gondol arra, hogy úristen, ezt is elkap, úgy de jó. Hát ez ilyenek vagyunk. Hát a fajfenntartás, hát az élet ösztör után a második legerősebb ösztöntörtesség. Én most is reszelek, tudom, csak az a baj, hogy közben téged nézlek, és ezért egyre jobban összezavar. De most is nem marad ki az a férfi, minden férfi csinálja ezt fejben. Az a nő szerencséje, a Pali csak fejben csinálja. Na, mi te mit mondasz? Lépnél? Nem. Nem? Egy ilyenre semmiféleképpen. Nem, hát annál többet. Kiteregetnéd te is a szennyest azonban. Így is vagy, gyere, akkor mutatom. Igen? Akkor megmutatom. Még volt még egy? Na, akkor itt a következő. És elindulnál, hogy ki merre brutál visszacsal, még jobban bossz után. 1-1, 2-1, 3-2, 22-21, 4-5. És húja, srigulázni a falon.
Nehéz kérdés. Anya, apa, nézzél csak most kijön. Anya, mit írtok a táblára? Mik ezek a vonalak? Semmit! Menj be, csináld a leckét! Semmi. Nézzük az örök ranglistát. Nézzünk gyorsan egy-két SMS-re. Volt nejem félrelépett, ezért bosszúból felgyújtottam az autóját. Válaszként ő az összes ruhámat bedobta a kazánba. Na, hogy olyan történetek vannak, ugye? Azért Kobol. Érdekes. Az asszony helyében megengedném magamnak, hogy félrelépjek, ezt Barna küldte nekünk. Köszönjük szépen. Sok éven át vallottam, hogy menjen nyugodtan és kóstolgassa a sütiket, amíg fiatal, hiszen nem börtön a kapcsolatunk, és tudom, hogy szeret, és hogy hozzám jön haza, ahogy Margó mondta. Kár, hogy az ő kb. 30-40 sütije után is én megkívántam egy darab fincsi habos süteményt, de az rögtön bajt okozott, hiába nincs egyenlőség a világban. Milyen szépen írek le a hallgatóink. Ugye hát ez már a férfi ego, ami téves, hogy nekem minden neki semmit, nekem hát az nyilván rossz. Velem két hete történt meg, szörnyen fáj, de megbocsátottam, mert nagyon szeretem, 18 év után írta nekünk. Valaki SMS-ben nem mert aláírni. 10 évig örlődtem egy megcsalás miatt, tűrtem, mert a fiam miatt nem akartam romokat, ma már tudom, hogy ez a felgyűlemlet sérelem tett tönkre mindent. Lelkileg öli meg az embert. Szép napot, Szilvi. Hát igen, ez is egy érdekes felvetés. Hogyha rossz és sérülsz benne és belenyomorodsz, akkor nem kell minden áron. Hát akkor ki kell belőle lépni, igen. 3 év után csaltam, beismertem, azóta eltelt 7 év megbocsátott, lassan újra építettük a bizalmat, ami nem volt könnyű. Szörnyen bánom, amit tettem, de sokat tanultam belőle, igyekszem magam elé helyezni őt, nőként írok. Mindig ő volt féltékeny, mégis ő nyalogott a más sütijét, amit hétvégén elnéztem a 3 gyerek miatt, azóta elváltunk, ezt Kati írta nekünk. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Hello! Móni, hello, Méni! Móni! Móni, igen. Na, vele mi történt, Móni? Oké, köszi. Hát 10 éve vagyunk házasok igazából, 14 éve vagyunk együtt. Hát és az ilyen 3 éve tartó dolog volt, és ugye először csak megbocsát az ember, mert gyerek van, ház van, hitel van, minden van. Aztán egy idő után eljöttem arra szintre, hogy nem érdekel a dolog. Nem volt hiszti, mikor elment, nem érdekelt, mit csinál. És innentől kezdve úgy gondolom, hogy innentől kezdve nem kell együtt lenni. És ezt most mire gondolsz? Tehát, hogy félrelépett, és nem is bocsátottál meg neki? Tehát azt mondtad, hogy menjen is vége? Nem, dehogy is. Nem, hát ez 3 évig. 3 évig egy valakivel, vagy folyamatosan mindig mással? Hát ez az, hogy egy valakivel. Mindig vissza ment hozzá. Azóta együtt van ezzel a nővel? Igen, mert elég fel tudtam neki mondani azt, hogy akkor el lehet innen vonulni. Aha. Még egyszer csak elvonult. Tehát itt viszonyról volt szó, nem egy megbotlásról, egy félrelépésről. Igen. Aha. Bár ő úgy gondolja, hogy semmi nem történt. 3 év alatt? Igen. Hát azért ez nehéz. Jó, figyelj, most nekem azt mondta, amikor összeköltöztek, hogy külön szobába laknak. Hát mondom, nyilván ez így eljártál hozzá. Igen, ha valaki nagy kollektív hazugságban él saját maga felé, azt nehéz meggyőzni arról, hogy nem ez történt. Igen. Persze. Akkor jól döntöttél. Hát igen, bár rettenetesen be voltam tojva, meg be is vagyok, de hát majd megoldom. Hát persze. Nyilván az egyedüléttől, vagy attól, hogy most hogy jól döntöttél, lehettől vagy megijedve? Nem, azt tudom, hogy jól döntöttem, mert ebből úgyse lehessen már kapcsolat. Én elmondtam neki ezt annak idején is, mikor kiderült, mert már másnap kiderült, mikor megtettem, mert látszott rajta, meg ismerem őt azért annyira, hogy tudjam, hogy nem úgy csinál semmit, ahogy az előtt csinál. És én akkor elmondtam neki, hogy lesznek olyan napjaim, amikor én erre nem is fogok gondolni, és lesz olyan napom, amikor más se fog a fejembe járni, mert hogy ez már bárkinél így lenne. És mondtam, hogy én ezt nem tudok ezen átlépni. Megbocsátottam, de úgyse tudod ezt felejteni, és nem is lesz olyan sose a kapcsolat. Hát igen, de hát szerintem jól döntöttél, nyilván ezt az élet igazolja majd, de hát azért a hosszú távon van az ember megalázva, hazudnak neki, és közben késztényként zajlik egy másik nővel a kapcsolat, hát akkor ott azt nem kell akarni megmenteni. Tehát abból nyilván ki kell lépni. Persze. De figyelj, a mai napig úgy van vele, hogy bármikor visszajönne, ő szeret minket, meg hát nem hát ilyen ez. Ez a legegyszerűbb, hát ez nyilván egy ilyen érzelmi fejletlenség, hogy az ember nem nő föl, nem tudja a két nő közül kit válaszol, mindenkit akar, ha ez haragszik rá, oda rohan, ha te haragszol rá, hozzájön vissza, hát ez nyilván egy erős önképzavarra vezet. Ja, és akkor a legszebb az egészben az, hogy mert hogy nekem van palim, bár egyedül élek 8 hónapja, úgyhogy igazából nem, hogy palim nincs, senki nincs. Klasszik, még paranoiás is. Aha, hát nem egyszerű. Igen, ez nem egy egyszerű típus. Köszi, hogy elmondtad. Kitartás. Az élet igazolja, ja, hát hogy jól döntöttél. Köszi, Móni. Köszi, sziasztok. Ciao, hello. Érdekes ez a téma, mert hogy mennyi mindenki, hogy mennyire máshogy gondolja mindenki. Aki érintett, aki nem érintett, aki fél attól, hogy egyszer érint vele ez, akinek még nincs róla konkrét véleménye, csak azt hiszi, hogy előbb-utóbb ez akár meg is történhet. Igen, érdekes ez a dolog. Azt mondja, hogy
azt, Balázs, nem áll tőlem távol a spiritualitás, de ha mások, másik boldogsága bármi áron a legfontosabb döntés, a hűtlenséget is elnézve, akkor a házassággal mire teszel fogadalmat? Mi értelme van így az egésznek, ha az ember magával foglalkozik? Kérdezi valaki, és ez is egy nagyon jó felvetés. Igen, a férjem külföldre ment dolgozni a jobb élet reményében, magányos volt, nehéz volt neki nélkülünk, megcsalt, a két gyerekünk miatt megbocsátottam, hazajött, erre összejött a barátnőmmel, elhagyott minket, a lakásból minden mozdíthatót vitt a nőnek, mert ő dolgozott meg érte. A gyerekeket nem látogatja. Hát vannak ez mondjuk ez vannak, vannak ilyenek is, igen. Na, jól van, köszönjük szépen az SMS-eket, ez jó, érdekes téma volt. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Na, hát fontos nap a holnapi. Bezhanyám. Csütörtök van, és... Megint nem tudok parkolni a rádió előtt. Megint nem tudsz parkolni a rádió előtt. Itt lesz? Itt. Mert hogy ugye fontos meccset játszik a magyar válogatott. Így van. És hát érdemes erről kicsit beszélni, mert a hihetetlenül népszerű, nagyon veszélyes Feröer-szigeteket. Ne mondj ki! Kérlek! Miért kell? Nem tudjuk őket elkerülni. Nem tudjuk őket elkerülni, a Feröer-szigetek ellen játszunk, és hát, hát egyszerűen nem tudok más mondani, csak hogy kötelező a győzelem. Uh-huh. És hihetetlenül erős ám ez a csapat. Hihetetlenül erős, elszánt és brutális játékosokkal van tele, úgyhogy holnap fel kell kötni az egész országnak a felkötnivalót, mert le kell győznünk a nagyon félelmetes Feröer-szigeteket. De megint kimondtad! Eltiltás alatt voltak a magyar szurkolók egyébként, ez csak egy ilyen kicsit fél mondat, vagy fél gondolat, azért nem tudunk majd parkolni, mert ugye visszaadták a lehetőséget. Most aki annak idején megvette a jegyet, és bejelentették, hogy ez zárt kapus lett, és eltépte, az most mi az Istennel megy be? Mondját. Most mégis csak nyitott? Nyitott, igen, lehet jönni. Nyitott. A feröeri hősöket, a legendákat most holnap meg lehet majd nézni. A híres feröeri labdarúgókat. És hát nyilván jönnek majd velük a saját szurkolóik. A félelmetes vikingi vadék. A feröeri kemény mag. A félelmetes... Akkor nem sokan maradnak otthon egyébként. Hát nem, nem egy nagy hely. Hát nem, egy ilyen dunaújvárosi mennyiségű ember él. A fővárosban lakik, én megnéztem, gyerekek, 192 ezer ember, úgyhogy ez már a környék is bele van számolva, ami gyakorlatilag a teljes Feröer-szigetek. Maga a főváros az 15 ezer lakos, azt hiszem valami ilyesmi. Igen, az egész országban élnek, hogy 48 ezer, még 50 ezer sem. Hát az egész ország eljön drukkolni, akkor is beférnek szinte, kis túlzással. Tehát, hogy bárki. Bárki eljöhet, és kis túlzással beférnek. A magyar szurkolókat nem érdekelte, de a feröeri drukkerek kertházat csinálnak. Kiürült a Feröer szigetek, mindenki megérkezett. Na, és hát vannak játékosok, akikről azért érdemes beszélni, hogy ki ellen áll ki a magyar válogatott, mert talán sokan nem tudják, hogy micsoda nagy nevek vannak itt, micsoda nagy nevek jönnek, és ezek a nagy nevek egyébként mit csinálnak? Mert összeszedegetünk pár nevet, és nem hiszitek el egyébként, hogy mennyire veszélyes ez a Feröer-szigetek. Tudni kell róluk. Elhisszük, hiszen például a görögöket legyalulták, tehát csak így mondom. Egyébként igen. Na, ha már a görögöket említed, akkor volt egy játékos, Fródi Benjaminzem. Aha. A kis Fródi Benjaminzem, ő is Feröer-szigeteki játékos, azért hagyta ki a románok elleni meccset, amit egyébként nagyon megérzett a Feröer-szigeteki válogatott, mert börtönőrnek tanul. És gyakorlaton volt. Börtönőrnek tanul, és onnan nem hiányozhat. Úgyhogy emiatt ő nem tudott kiállni egyébként a románok elleni meccsre. A kis Fródi Benjaminzen börtönőrnek tanul. De ő nem focista? Tehát nem, azt mondta, hogy egy foci csapat. Képzeld el, hogy a Feröer-szigeteken senki nem főállású focista. Mindenkinek van másodállása, illetve pontosabban mindenkinek van egy állása, és hobbi szinten közben futballoznak. A söprögető egy iskolában is takarít. Tehát a kis Fródi Benjaminzen, ő nagyon helyes, mert ő, hát ő börtönőrnek. Ő börtönőrnek tanul. Záróvizsga volt pont a románok ellen, és akkor inkább oda ment. És ő azt mondta, hogy inkább tanul. Mondjuk a izi diplomádat te se cseszed el egy foci meccs miatt. Románokkal csak egy-egy meccs erejéig van gond egyébként. De a börtönökben. De hát érted, csak mondom a neveket. Ellenséggel. Mondom a neveket, hogy kik jönnek, figyeljetek. Mert hogy valóban húzó nevek. A kapusokkal itt lesz majd Tordur Tomsen. Teitur Gettedzon, Gunnar Nielsen. Ők a kapusok. Egyelőre nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy kivédi majd ki a magyar csatárok szemét, de itt lesznek a kapusok. Teitur mivel foglalkozik? Sajnjátok. A védők között ott lesz Atli Gregersen, Sonny Nagdar Nattenzad, Rovi Baddelvilzon, Odmar Feröem,
William Orr Davidsen és Gilly Rorrácon Szöredzen. Ki fogja közvetíteni ezt a meccset a tévében? Nem lesz egyszerű. A középpályások között is vannak húzó nevek, mert Fródi Benjaminzen, itt van a kis Fródi. Fródi, igen. Ő a kis Fródi, aki egyébként börtönőrnek tanul. Sölvi Vattenhammer, Hallur Hansson, Bandur Hendrickson Olsen és Christian Lamugge Holst is majd rúgja a bört. És megnéztünk egy-két játékos, hogy ki mit csinál. És itt nem akarjuk megijeszteni a magyar futballistákat. De nagyon-nagyon nagy dolgok következnek. Hogy ki mit csinál főállásban. Mert hogy mindegyik másodállásban csak focizik csak. Atli Gregersen. A híres. És korábban híres és néltán népszerű. Atli Gregersen korábban újságíróként tevékenykedett. Most munkát keres, és közben egyébként rúgja a bőrt. Hallur Hansson. Hallur Hansson, megtalálod a játékosok között, hogy ő mit csinál pontosan? Csatár, középpályás, most így ebben a formában. Hallur Hansson, középpályás. Uh-huh. Hallur Hansson, középpályás. Ő főállásban útépítő. Nagyon. Na, ez a középpályához egyébként megy is. Passzol. Ugye? Ő abszolút passzol. De, ott építkezik. Nézd, előre csinálod az alapokat, viszed előre a cuccot, és utána jön a csatár, aki előre megy. Viszi a hátán a csapatot. Ő útépítőként dolgozik. Ott van a kis Kai Bartoszlu. Keressétek meg, hogy kapusvédő, középpályás vagy csatár. Hol látjátok? Kai Bartoszlu. Látod valahol? Várjál. Őt nem írták föl. Uh-huh. Lehet, hogy ő se tud jönni, mert lehet, hogy ő is vizsgázik. Őt nem látom sehol. Középpálya, nem. Lehet, hogy akkor, hogy új bálő. Csak mondom, Kai Bartoszlu. Középpályás. Középpályás. Megvan, ő középpályás. Igen, itt van. Tényleg ott van. Bartalstovu, bocsánat, csak az édesanyja miatt Kai mondom, mert hogy megmánt. Így van, Kai Bartalstovu. Nagyon veszélyes lesz. Nagyon kell majd figyelni. Ő mit csinál civilben? A középpályának és a védelemnek. Mert ő óvodában dolgozik, főállásban. Ovó bácsi. Hát. Tényleg egy ovó bácsi. Gyerekek, komolyan mondom. Nagyon veszélyesnek tűnik ez a Ferőerci. Hát, nagyon veszélyesnek tűnik. Ő óvodában dolgozik, bizony. Főállásban. És közben, amikor van ideje, elmegy egy kicsit rúgni a bőrt, de ő nem főállású futballista, uh-huh. ahogy a többiek sem. Óvodában dolgozik, és a kis Ferőerszigeteki gyerekeket felkészíti az iskolára. Nem, nagyon az fontos hivatás. Az nem. Ez nem egyszerű óvoda, az már az utánpótlás fejlesztés. fejleszti az utánpótlást. Ott van Paul Johannes Justinsen. Aha. Az igazságos. Justinsen, a nagyon igazságos. Ő mit csinál? Látjátok valahol? Paul Johannes Justinsen. Látjátok ő valahol? Ő is középpályás. A második középpályások sorában. Nagyon-nagyon fontos lesz őt fogni. Elég hosszú a kispad egyébként. Veszélyesnek tűnik egyébként, mert ő szintén nem főállásban rúgja a bőrt, ő főállásban villanyszerelő. Tessék! Főállású villanyszerelő is érkezik hozzánk holnap. Erre a nagyon fontos meccse. Nincs is egyetlen kiégett izzó sem a Ferőri stadionokban. Úgy, hogy egyébként tényleg lealázták Görögországot. Így van. Tehát ezek a jogi egyetemen tevékenykedők, korábban újságíróként dolgozók, útépítők, óvodában dolgozók, villanyszerelők, ők megverték Görögországot. Tehát azért ezt nem szabad elfelejteni. Képzeld, mi lenne, ha a főállásban fociznának. Mert ők ledolgoznak 8 órát. És utána, elmennek edzeni. Most segítsetek, én nem vagyok a fociban sem otthon, de egy átlagos, mondjuk nem magyar focista, hanem egy a világban tevékenykedő focistának minden nap van edzése. Így van. Ugye? Hát többször is, edzőtáboroznak, stb. Na, igen. Most akkor ők elmennek villanyszerelni. Bemegy, nem tudom, hogy hívek az embert, a kis dedekhez az óvodába, elénekli neki a kedvenc és dalukat. És utána elmegy délután edzeni. És minden nap még mennek el edzeni, és vállalják a nemzetközi mérkőzéseket. Igen. Hát figyelj, pont ezért kell tőlük félni. Nem, mert... Hát mennyi energiájuk van? Ugye? Brutális energiájuk van, igen. A kis Fródi Benjaminzen egyébként, ő ugye börtönőrnek tanul, ezért hagyta ki a románok elleni meccset. Egyébként ő emellett még építkezési vállalkozó, és asztalos is. Basszus, én imádom őket. És még focizik. Én imádom őket, és de micsoda elszántság. Az Isten mentse minket attól, hogy ő mondjuk a legutóbbi börtönőr vizsgán elhasalt. És úgy jön ide játszani. És úgy jön ide. Ugye, ez szenzációs, de hogy közben ők akkor tényleg hogy verik meg a görögöket? A görögök nem rosszak. Tehát a görögök azért nem rossz futballisták. Főállásban fociznak, és hát profi módon űzik a focba. Hogy tudja egy börtönőr, egy újságíró, egy építkezési vállalkozó, asztalos, óvodában dolgozó és egy villanyszerelő egyébként megverni a görög válogatottat?
Pont hogy ezért, csinálják mert, ezt? Mert szerintem, amikor ők kifutnak a gyebre, akkor kb. Ez lehet a hozzáállás az ellenfélnek a játékosai részéről is, mint amilyen a mi hozzáállásunk. Most észlenik, hogy igen, aki jön a börtönör, a villanyszerelő, meg az óvó bácsi, hagyjál már, aztán már kapnak kettőt az első 10 percben, akkor meg csodálkoznak és érkeznek futni az eredmény után. Szóval szerintem lebecsülik őket. Holnap este le kell jegyzetelni a gólokat, ha lesz, hogy kilőtte. A börtönőr, az építkezési vállalkozó, a villanyszerelő, tehát ki lőtt gólt a magyar válogatottnak, mert azért ez önmagában valóban most már azért ritkaság számba megy, hogy nem profi futballisták szaladnak ki a gyepre és játszanak egy selejtezőt, hanem másodállású futballisták, akik egyébként közben, nem is tudom, főállásban tevékenykednek, és dolgoznak, és bejárnak a munkájukra. Azért ez egyre ritkább szerintem, a profi sportban. Szerintem akárhonnan jönnek északról a vikingek ivadékait nem szabad lebecsülni. Tehát, hogy azért... Minden nagyobb település rendelkezik odakint futballpályával, itt most olvasom, és ott az van, hogy ez hogy a minden Ferőer... futballpályának neveznek. Egyrészt várj, de várjál, hogy ez a Ferőer nem egy sík terület. Nem. Tehát, hogy milyen állóképesség van a 45 fokban megdöntött focipályán való ott edzésed. Ott döntő lehet egy pályaválasztás, tudod. Igen. Most az a helyzet, hogy én megnéztem őket képek alapján, foglalkozások alapján, tehát hosszasan vizsgáltam a Ferőer szigeteki csapatot, ha nem a magyarok ellen játszanának, akkor komolyan mondom, gyerekek, egy nagyobb készpénz összeget feltennék a Ferőer szigetekre, mert hogy egyszerűen szimpatikusak. Tehát az a fajta elszántság, hogy te börtönőr vagy építési vállalkozó asztalos, de közben rohansz, és egyébként selejtezőt játszol, zseniális. És pontokat hozol, ez egész egyszerűen elképesztő. Tehát ez nagyon szeretnivalóak. Csak ugye hát a magyarok ellen nem lehet nem a magyaroknak drukkolni. De ha holnap bebőröznek bennünket, és egy félprofi csapat leveri ezt a magyar válogatottat, mit tudom, egy 2-1-re, szeretni fogom kicsit az eredményt. Mert közben maga a csapat baromi szimpatikus, hogy ők ezt így tolják, nem? Hogy 8-10 órában dolgoznak, mert majd utána elmennek még egy kicsit hobbi futballistát egyszerre játszani. Két vasat is tartanak a tűzben. Hogy micsoda lélek, micsoda szív, micsoda energia. Kapnak lóvét érte? Szerintem vajon? Biztos. Persze. Persze. Hát azért egy ilyen másodállású foci csapatban nyilván nem az dominál, hogy te mennyi lóvét keresel, nem? Hanem maga a sport. Szerintem nem, lehet, hogy nem is kapnak érte pénzt. Mindenki megkeresi a pénzét a melójával, tehát azzal, hogy asztalos... Miért kapnak olyan barna sör vouchereket? Igen. De nem drukkolnál nekik? De nem. Nagyon jó fejl. Ugyehogy tök cukik. Tehát gyerekek, Kárbátov Szlut holnap figyelem. Óvodában dolgozik. Tehát úgy nézed majd a foltit, hogy látod, Istenem, hogy Benének mondhatna mesét. Hogy nézd a 10-essel, 8-essel, ott fut egy óvó bácsi. Nézd, hogy nézd, hogy kapura tör. Tehát egész egyszerűen egyébként helyesek. Helyesek és szimpatikusak. Én személyesen Justin Uzzene fogok odafigyelni. Ő mit csinál? Ő a villanyszerelő. Nekem ő nagyon szimpatikus. Elképzelem, hogy egy meccsot megcsörön a mobil, és egy pillanatban este... Most miért nem tetszett? Most igen? Nem. 16 amperesre cseréljétek ki. Igen, jó, köszönöm. Bocsánat. Elnézést, mester, folytass. És az a durva, hogyha kijutnak az EB-re, akkor durvább, mintha mi jutunk ki, nem? Ha nem jutnak ki, és mi se jutunk ki, az megint nekünk durva, hogy nem jutottunk ki, de ők se jutottak ki. Tehát, hogy nem tudunk ebből igazán jól kijönni, csak úgy, hogy tényleg holnap megverjük őket. Tehát egy ilyen csapattal, akik szívvel lélekkel játszanak, de hát azért másodállásban fociznak, ne adj Isten kikapni, az... Én nem tudom, hogyan van-e lejjebb. Közben nincs. Úgy, hogy ez egy erős csapat, tehát mondom, nem szabad őket lebecsülni, szívvel lélekkel tolják, és agyonütötték a görögöket. Azért ez egy fontos információ, nem? Pont ezért imádnivaló a csapat, mert hogy a munkaidődön kívül még ezt bevállalod, hogy minden nap edzés, vagy csak heti 3 is, biztos, hogy akar nyerni, biztos, hogy szereti. A focit. Persze, hát igazi fanatikusok, de egyébként a Ferőről alapvetően azt is kell tudni, hogy itt minden harmadik ember sportol valamit. Tehát, igen. Hogyha az arányait nézzük, akkor egyszerűen ez zseniális. Csak mondom nektek. Ebben mindenki benne van, ugye gyerekek. Igen, 45 ezeren vannak, nem tudom, és 16-20 ezeren sportolnak. Tehát valami brutális számaik vannak egyébként. Rettenetesen lelkesek, igen. Ilyen számaink lennének, mint 10 millió emberből, 5 millió sportol. Hát ez kemény. Csak mondom nektek, hogy a Ferencvárosi Tornaklub 1899-es alapítású, a helyi, a Szigetek első labdarúgó csapata 1892. Helye. Hamarabb voltak, mint a Fradi. Bizony. Csak megmutatom, hogy szól a himnuszuk. Figyelj. Na, egyél te is halad. Figyelj, megoldom zsűkhez. Figyelj, ha hallunk valamit. Ja, hát ezt lejátszák volna. Mondjam a szöveget? Igen. A vetriso, randevin, ja, asum, vidi, logri. Magyar.
ez a Feröer-szigetek ilyen az. Én kedvelem őket, komolyan mondom. Tutekur meg Atesor Tetent Szifafávid. Így van. Ez szabad fordításban annyit jelent, hogy a kolostoraitokat felégetjük, a nőkét elraboljuk, a férfiakat pedig leüljük. Tit ogyár szemetár gucigintad navin. És kicsit aztán, nem olyan, mint a tündenyelben beszélnék. És aztán jövőre is visszajövünk, és megint megcsináljuk ugyanezt. Elkap téged a jogi egyetemet, végzett az útépítő, az óvodában dolgozó és a villanyszerelő. Summen ticum govun, teter ticum soul. Aha! A felcsorolás. Na, hát nem egy túl szép himnusz egyébként. Ennél a magyar himnusz. Nekik a legszebb. Hát nyilván nekik a legszebb, persze. Hát Jegedin szigni foráj, mit lend? A miénk se ilyen bátorítóbb azért. Tempóra nem, azért körülbelül ugyanott vagyunk, mi is a magyar himnusszal. Hát igen, igen, de nekünk meg az a legszebb. Nyilvánvaló. Mi van, ha kikapunk? Nem már, mi ne, van, ha kikapunk, és azt mondja majd a szövetségi kapitányunk, hogy nincs rosszabb érzés, mint amikor egy villanyszerelő nekünk volt. És egy óvóbácsi. Meg kell dicsérnünk az óvóbácsit, a villanyszerelőt és a börtönőrt. Ma kiváló a játszónak. Nem találtuk. Nem várt összefogás volt a középpályán a Feröer részéről. Igen. Hihetetlenül összedolgozott az asztalos, a börtönőr, az útépítő és az egykori újságíró. Nem tudtunk rájuk készülni, mert egyetlen sport almar, ha most nem találtuk meg a neveiket. Na, van egy hallgatónk, aki itt van most Magyarországon, és állítólagosan elkísérte az U21-es Feröer szigeteki válogatottat. Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, András, hello, ciao! Sziasztok! Te az U21-es labdarúgó válogatott kapus edzője vagy valójában, tényleg? Így van, ez pontosan így van. Feröeren élek most már 9 éve, és többek között az U21-es csapatnál is dolgozom. Hát nincs ember, aki most többet tudna akkor a Feröer szigetekről. Milyen idő van nálatok? Milyen körülmények között játszanak ott a futballisták? Az időjárás Feröeren az igazából botrányos. Mit keresztel? Ha valami rosszat lehet mondani Feröer-szigetekről, akkor az időjárás, ugyanis egész évben körülbelül egyforma az időjárás, egy éjszak van, és azt úgy kell elképzelni, hogy körülbelül 5-10 fok és borult esős idő van. 300 napot esik az eső átlagosan. És akkor hol edzenek a játékosok? Hol játszotok? Csak tornateremben vagy fedett helyen? Nem, igazából fedett focipálya nincsen, de az összes focipálya az műfüves, úgyhogy egy kis eső az nem árt senkinek, nem vagyunk cukorba, úgyhogy ki a pályára. De azt olvastam, hogy ha szél van, akkor baromi nagy szél van nálatok. Tehát nem ez az 40-50 km per órácska, hanem akkor kaptok egy ilyen 120-120 km-es szelet. És időnként átlövítek a labdát Izlandra. Ez igaz, hogy ekkora szél van nálatok? Kilométerre nem tudom átfordítani, de 40 méter per szekund, másodperces szél az szokott már nagyon sokszor lenni. Hát volt már egy reggel, mikor felkeltem, kinéztem az ablakon, akkor a busz megálló az öbölbe, a vízbe landolt. Na, ugye mi végigvettük a játékosokat, hát nem tudom, hogy te ismered őket, mert ugye te az U21-es labdarúgó válogatott kapusedzője vagy, de imádni valóak. Tehát komolyan mondom, az, hogy valaki nemrég fejezi be a jogi egyetemet, hogy valaki kihagyja a románok elleni meccset, mert hogy börtönőrnek tanul, hogy van építési vállalkozó, van óvodában dolgozó, a Kár Bartoszlovú, ő óvodában dolgozik, a Paul Johansen, Justinsen, ő villanyszerelő. Tehát ez hogy kell elképzeljétek, hogy ők 8 órát ledolgoznak, majd elmennek délután, ha marad idejük egy kicsit futballozni? Figyelj, egy kicsit még rájavítok, mert azt akkor biztos nem hallottátok, hogy jó magam is igazából itt a Feröeri első osztályban játszok, és ebben a válogatottból hárman vannak, akik az én csapattársaim. Na, úgyhogy igazából első kézből ismerem a fiúkat. Többek között, akiket megnevezti azok közül a Paul Johannes Justinussen, az én csapatomban játszik. Ő a villanyszerelő. Hát én imádom. De ez hogy van, hogy 8-tól 4-ig villanyszerel, és fél 5-től már veled edz? Hát 8-tól 5-ig inkább, és akkor 6 órakor vannak az edzések, heti 4-szer, vagy 5-ször. Annyira jó. Igen. Ő zseniális. Mesélj nekünk egy kicsit az óvóbácsiról, Kai Bartoszlovúról. Őt is ismered? Ő is ismerős? Igen, ismerős. Ugye ő óvóbácsi, de igazából óvóbácsi külföldön, ugyanis ő légiósnak állt. Norvégiában játszik egy harmadosztályú csapatban, csapatban, és Norvégiában óvóbácsi, nem Feröer-szigeteken, úgyhogy ja. Ő benne annyira volt alázat, hogy még azt is bevált, hogy külföldön lesz óvóbácsi, csak azért, hogy egy valamivel profi csapatba készülhessen. Mi van a börtönőrünkkel? Frodi Benjaminsennel. Ő ugye kihagyta a románok elén meccset, mert hogy hát ő börtönőrnek tanul, és bizony ott van, nem hiányozott. Sikerült a vizsga? Vizsga sikerült,
tovább folytatott a tanulmányait, csak igazából az a baj, hogy a Freud meg eltiltás alatt van, és ő nem is jött el Budapestre. De miért? Mit csinált? De elkészett egy edzésről. Hát de hogy miről tiltották el, ha nem volt itt a románok elleni mérkőzésen? Hát a harmadik sárgalapot megszerezte a finnek ellen, és igazából egy ilyen focis eltiltása van neki. Aha, annyira durván játszik, hogy nem is kellett a meccsen részt venni, és már eltiltották. Van a Hallur Hanson, ő az útépítőnk, szimpatikus, szeretjük? Igen, őt is szeretjük, de sajnos ő se játszik holnap, ugyanis ő is ugyanaz a... Mi van? Mert egy bekötőtet oszmaltunk a Viking V. Igen, át kell adni egy új, megépített gyorsforgalmit. Ez nagyon jó. Milyen foglalkozások vannak még, akiket nem említettünk? Tudsz még mondani fejből egy-kettőt, hogy kiket hagytunk ki esetleg? Ha az én csapattársaimat megemlítem, akkor a Clement Andrásson Olsen, ő asztalos. Andrásson, aha. És ő házakat épít minden nap, abból él igazából, és a harmadik pedig Otni Fredriksberg, ő pedig egy bankgyakornok, bankárnak tanul. Imádom. Annyira figyelj, és ugyanakkor ők kapnak fizetést a Feröer-szigetektől? Tehát ők hivatalosan ugye a válogatott tagjai, tehát az, hogy ők ezt hobbi szinten üzik, illetve másodállásban, nekik ezért nyilván jár valamilyen apanás, nem? Hogy ők azért fociznak a válogatottban. Hát a válogatottól annyit kapnak, hogy az körülbelül egy napi pénznek lehet nevezni, és az körülbelül egy átlag keresetnek az egynapi bevétele naponta. Hogy ami kiesik nekik a munkából, azt igazából ők így visszakapják. Legalább nem a pénzért csinálják, elmondható. Én imádom őket. Van olyan, aki csak focizik? Igazából a szabadságukat használják erre, ugyanis amikor eljönnek Pestre, akkor 4-5 napra a szabadságot kell kivenni, ugye? Igen. Tökény, amikor bejelentik a munkájuk. Hát én imádom. Válogatott meccs Magyarországon. De van két komód, egy asztal és egy étkező, amit meg kéne csinálni. Még mindig nem világít az a lámpa. Mondják ezt Benjamin ennek az asztalosnak, hogy ne csináld már, ha felvettünk egy konyhabútor rendelést. Valaki főállásban csak focizik, vagy mindenki csinál valamit? Nincs olyan, aki csak futballozik? Felőre nincsen. Vannak, akik eligazoltak Dániába, külföldre, és esetleg még iskolába járnak mellette, és fociznak, de a Feröeri bajnokságban magában nincsen senki, aki profi. Figyelj, és olyan, hogy edzőtábor olyan van? Tehát, hogy elmentek edzőtáborhoz, mert ugye hát nehéz megoldani munka mellett. Tehát, ha Szabira, nehéz idő kivenni Szabit arra, hogy hivatalos meccse játszatok, hát akkor nem tudom elképzelni, hogy például egy hetet elmennétek edzőtáborba. Az teljesen esélytelen igazából, évente talán egyszer, de ami a gyakorlat, hogy 3-4 nap alatt a meccs előtt, igazából 3-4 nap a meccs előtt találkozik a csapat, és annyi idejük van arra, hogy felkészüljenek. Uh-huh. Te a nyelvet megtanultad egyébként? Igen, már sikerült. Tényleg? Mit keresel kint? Tehát miért pont Feröer-szigetek, mikor így elindultál itthonról 9 évvel ezelőtt? Hát nem az volt a célállomás, az biztos. Ugye én Dániába kerültem ki, és a Feröer-szigetek az a Dániához tartozik, annak a része. És úgy kerültem Feröer-szigetekre a foci miatt, ugye én is focizni mártam oda ki. Aha. És ez ugye már 9 éve volt, és ott ragadtam. Vannak esetleg olyan rigmusok, amikkel biztatnak benneteket, amiből most egy pici ízelítőt tudnál tolni? Igen, tényleg, hogy mit mondtok? Hogy szól egy ilyen hajrá fiúk, vagy fő a győzelem, amikor kiszaladtok a pályára, tehát az útépítő, a villanyszerelő, a börtönőr, hogy pacsizik egyet, és hogy elindultok ki az öltözőből. Mocskos Izland. Jajjáó, vagy valami. Mit csinál? Mit énekeltek? Vagy mi a hívószó? Vagy a drukkerek mit mondanak? A csapat, mikor kiszokott menni a pályára, akkor általában előtte egy körbe összeállnak, és akkor ugye néhány buzdító szó a csapatkapitánytól, és egy csapatkiáltás, és általában azt szokták kiabálni, hogy Feröer, 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 vagy Feröer, háromszor. Igen, ez még azért érzi. Igen, pedig az, hogy megkérdezi a csapatkapitány hangosan, hogy mit csinálunk ma, és akkor arra háromszor rákiabálják, hogy vinna, vinna, vinna. Ami nyeri. Ha de mit csinálunk, az hogy van? Kajera, mit ide? Micsoda? Tényleg? Kajera. Kajera. Kajera, vit, új, de. Kajera, vibuida.
Kagyerevi Pujda. Mit csinálunk, Majános? Kagyerevi Pujda. Kül. Számoljatok már arra, kiabáltuk, hogy vinna. Figyelj, hát tulajdonképpen tényleg most csak azért nem tudom azt mondani, hogy nektek drukkolunk, vagy a Feröer-szigeteknek, mert ugye ellenünk játszotok, de hát régen láttam ennél szimpatikusabb csapatot, komolyan mondom. Tehát én egyszerűen imádom őket. Na, ha ne adj Isten nyernek, nem fogom utálni őket, mert ez óriási blama lenne nekünk, viszont imádom őket, tényleg, nem magunk ellen drukkolva, de baromi szimpatikusak, tényleg. Tehát ehhez elképesztő elhivatottság kell. Hát ha nem félnék attól, hogy a saját drukkereink megvernek minket, akkor a fél arcunkat Feröer-szigetekére festenénk, a másik felet pedig magyarra is. Igen, én most tényleg tennék rájuk, tehát ha nem a magyarok ellen játszanának, akkor azt hiszem, hogy annyira szimpik, hogy teszek rájuk egy kisebb készpénzösszeget. András, hát ügyesek legyetek akkor, jó? Jó, rendben van, igyekszünk. Tehát most egyébként a válogatottal jöttél, mint kapusedző, vagy te az U21-nek vagy a kapusedzője, csak most eljöttél a válogatottal? Én az U21-esnek vagyok kapusedzője, de együtt jöttem a válogatottal, külön géppel jöttünk Feröer-szigetekre. Wow, adott külön gépet az állam. Hát az nagyon jó. András, ügyesek legyetek, csókoltatunk mindenkit. Mondjátok azért meg nekik, hogy egy magyar rádióműsorban reggel egy fél órát róluk beszéltünk, és nagyon szimpatikusak. Nagyon jó? Szeretjük a csapatot. Rendben, átadom. És hogy nagyon kíváncsiak vagyok, hogy Justin Hussein, hogy szerel a pályán. Rázósan. Jó. András, köszi, vigyázzatok magatokra. Köszönjük szépen, hogy csörögtél. Köszönöm én is. Köszönjük szépen. Hello. Még egy jó Feröeri. Én mondjuk azt sem csodálkozom volna, hogyha nem repülővel jönnek, hanem ilyen viking drákarokon átevesz. Ez a kontinens. Komolyan mondom, nem tudom, hogy kinek dukoljak volna. De tényleg. Hát nem szimpatikusabb, mint sokan a magyar válogatottból? Egyébként a brutál belőtt hajjal kiszaladnak, vizék köpködnek, nem csinálnak semmit, nem? A luxus autókból kiszállnak, igen, és utána pedig a meccs végén magyarázkodnak. És a meccs végén megy az ostoba magyarázkodás, igen. Ehhez képest ez zseniális. Jó, ne nyerjenek azért. Tessék? Ne nyerjenek azért. De egy gólt azért az asztalhoz tolni. Majd ide, majd hogy hívják, majd szurkolunk nekik a románok ellen. Jó. Imádom őket. Na, kapjuk az információt egyébként a Feröer-szigeteki játékosokról. Folyamatosan telefonálnak hallgatóink. Sokak érdeklődését felkeltette ez a téma. Ugye arról beszélgetünk itt a hírek előtt, hogy hát másodállásban fociznak a fiúk, és nagyon helyesek, mert hogy van, aki a jogi egyetemet fejezte be nemrég, van, aki újságíróként tevékenykedett, van útépítő, börtönőr, óvodai, pedagógus, óvóbácsi, igen, van, aki villanyszerelő, és hogy 8-tól 5-ig ők ugye hát dolgoznak, és utána elmennek, futballoznak egy kicsit, nincs edzőtábor, folyamatosan szakad az eső. Betelefonált egy hallgatónk, András, aki az U21-es labdarúgó válogatott kapusedzője, és hát elmondta, hogy milyen körülmények között készül a Feröer-szigetek Magyarország ellen. Évi 350 esős nap. Esős nappal, így van. Csak mondom, hogy telefonált egy hallgatónk, aki elmondta, hogy hétfőn este 7 órakor egy gyönyörű szép Airbus 320-assal landoltak. Egyébként Ferihegyen, csodálatos a gép, kívül, belül, úgyhogy megadják a módját. Hát ennyire támogatja az állam őket, gondolom. Hogy kell megérkezni. Fizetés ugyan nincs, de... Addig senki nem repül sehova, mondjuk Feröeren. Igen. Mert az egyéb van, de most kellett a csapatnak. Micsoda diadal lesz, a túlfizetett magyar amatőr csapat diadalmaskodik az alulfizetett amatőr csapaton. Ez Wolf küldte nekünk. A Feröer szigeteki GDP összeomlik, ha kijutnak az EB-re, egy csomó ember Szabin lesz. Az Ovo bácsi elment norvég harmadosztályba egy profi csapathoz. Mit tud a norvég első osztály, írja egy hallgató, ugye? Tényleg ezt mondta egyébként a betelefonálónk, András. Egyébként a Feröer oda-vissza megverik az Európa bajnok görögöket. Erről ugye mi is beszéltünk, hogy tényleg megverték a görögöket. Igen. Magyarországon is vagyunk sportolók, akik munka után megyünk edzeni, a sportért fizetést nem kapunk, kijutunk olimpiára, EB-re és VB-re, sőt érmeket hozunk, ezt is SMS-ben kaptuk. Ez nagyon szuper, de nem a magyar focistákra a jellemző. Tehát, hogy ebben neked igazad van, és csodálatos, amit csináltok, csak ugye nem a focistáink azok, akik... Aztán van, akiből durvább érzelmeket vált ki ez a dolog, az összes főállású focista szégyelheti magát hallgatva ezt a beszélgetést. Ide egy hallgató a milliós fizetéssel, Feröer, respect, ők az igazi focisták és sportolók, köszi, hogy erről beszéltek, most már jó ezt hallgatni, és nagyon tanulságos a beszélgetés. Nils Holgersson és Kákkal, aki akar kicsebb sérülés miatt nem tartatott a csapattal. Ezt Hege küldte nekünk. Sok éve Izlandtól kaptunk ki, köztük is volt szobafestő, villanyszerelő, kamionsofőr, Mésző Kálmán akkor azt mondta, egy bálnavadás csapattól kaptunk ki. A villanyszerelő csak annyit mond majd, zárjuk rövidre a meccset. Kaptuk SMS-ben. Na, hát meglátjuk, megnézzük őket holnap.
régen játszott a magyar válogatott ennyire szimpatikus csapattal, mint a Feröer-szigetek. Úgyhogy hát nem drukkolunk a magyar válogatott ellen, de picit azért úgy pillantunk majd a pályára, hogy... Hogy hajrá, Feröer! Nincs akkora baj, ha egy becsörök, mert azért tényleg egy asztalos gólt lő nekünk azért az... Persze, azért mi legyünk ott egyenesságon a Feröereknek, hogy játszanak pótselejtezőt, és akkor is már egyiket a pályafutásuk legnagyobb sikerét érik el. Igen.